Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Jó reggelt, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Drága hallgatók, még nagy taps mindenkinek, aki már ilyen korán velünk van, mert nem tud aludni, vagy most készül aludni, vagy még nem alszik, vagy már kialudta magát. És a többiekről se feledkezünk meg. És a többiekről sem, akik pedig csak úgy itt vannak, igen. Akik csak úgy akik itt vannak. Akik nem alszanak soha. Akikről nem tudunk semmit. Akik soha nem alszanak, így van. Máshogy aludtatok? Te, hogy tegnap volt alvás szakértő? Én nem. Figyeljetek, én elkezdtem odafigyelni azokra a dolgokra, amiket ő mondott. Tegnap beépítettem 3-at ezek közül, amiből mondjuk 2-t sikerült megtennem, vagy megcsinálom. A telefonra letöltöttem a kékfényszűrőt, és utána hazamentem, és a laptopra is letöltöttem a kékfényszűrőt. Az történt, hogy ahogy a gyerek hazajött, rögtön visszaállította a telefont, mert mondta, hogy ez neki túlságosan homályos, és ő azt szereti, hogy a kristálytiszta a képernyője a telefonra. Mondom, de kincsem, hát akkor tudod, kékfény, és nem fogsz tudni aludni. De hogy nem érdekel, kikapcsolt azt, hogy telefon. De a kékfényszűrő azért is jó, mert nem hallod a szirénát, nem? De így, ez is jó, ezért is jó a kékfényszűrő. Nem hallod a szirénát. Hát. Igen, nem hallod a szirénát, és tudsz aludni. Igen, tudsz aludni. Aztán megpróbáltam lefeküdni még 10:30-kor, az nem sikerült annyira, majd 11 óra tájékán lefeküdtem. Aztán megpróbáltál nem felnőtt filmet nézni, az se sikerült, bajzán gondolatai legyenek, az se sikerült. Soha nem sikerült, de én ezzel már nem próbálom, én évek óta nem próbálkozom ezzel, mert teljesen felesleges, mindig bajzán gondolataim vannak. Nem tudtál nyugodtan aludni, az se sikerült, ugye 12:30-kor elaludtál. Igen. De majd szépen lassan még mindent beépítünk. Nagyon okos dolgokat mondott a hölgy. Jó volt, jó kis beszélgetés. Jó volt. Ma is lesz egy jó beszélgetésünk, másfajta, de lesz, úgyhogy erre majd egy később kitérünk. Hello, fiú, ki aludt el? Gyerekek, senki nem aludt el, mindenki volt időben. Egyszerűen ennyi a hírek, és utána töménytelen mennyiségű reklám, amit nektek köszönhetünk, mert sokan vagytok, sokan hallgattok minket. Köszönjük szépen a bizalmat. Most még, és ugye hát emiatt viszont sokan szeretnének itt hirdetni. Hirdessék. Hirdessenek csak, és ezért tudunk csak ilyenkor kezdeni. Hát a reklámokat nem lehet, a reklám után viszont mindig lemegy egy zene. Ráadásul egy olyan zene, nem tudom, szeretitek, én annyira bírom ezt a dalt. Melyiket? Ezt, ami most ment, vagy ami én most ezt, jön? Ami ennek az eredetét is, meg ez egy remixelt, ez egy Tiesto remix, ez egy John Legend szám, de nagyon szeretem. Ez bali kedvenc dala lehet, így mondani. Nem azért volt benne, nem beszéltem össze Zsüllel sem, ez be volt szerkesztve, de bírom ezt a dalt. Meghallgatjuk még egyszer? Persze. Szerintem akarjátok? Nem, szerintem ez elejte, meg úgyis meghallgatjuk 30-szor. Az is igaz. Azt szeretjük. De ez egy jó dal, nagyon bírom a szöveg. Egész, meg ugye az egészet mindent. Miről jó. Szól? Olvasd el. Ja, na, azt mondja. Szerelmes vallomás, és egy ilyen szakításos, szerelmes, visszajövős, ellenmenős, búslakodós, kivékülős. De aztán a vége happy end? Bírom. Tessék? A vége happy end? Sose jutottam el odáig a szövegben, nem tudom. Ja, jó. annyira már nem ismerem. Jó kis dal, igen. Én jól aludtam, én elaludtam a gyerek mellett tegnap 8:30-kor. Úgyhogy... Istenem, és hogy fértek el a gyerekágyban? Hát, ha látnád azt a gyerekágyat. Ja, de hülye vagyok. Nagy. Isten, mit nagy. Az egész hálószoba egyáltalán. Nagy, mert mi ilyen együttdöglősek vagyunk, és mi úgy csináltuk meg a gyereknek a matracát is, hogy nagy matrac, és akkor ez a nagyobb gyerekről van, szóval kicsi gyerekágyba alszik, és ott oda még az anyja, meg én is úgy beférek, hogy keresztbe is alhatunk. Tehát mi hiszünk abban, ebben a nagyon sokan együtt. Most a mi matracunkat is ki akarjuk cserélni, hogy nagyon sokan együtt, de a gyerek matraca nagyon nagy. Aha. Az egy 180x200-as matrac. Tehát ott az jó. Azért ott de ez csak a magassága. Az alján a magassága, igen. A vastagsága. Az oldalán van ugyanúgy ilyen kis sort, hívják, ilyen kis létszerűség, nem, hogy lenessen a gyerek, de hogy nektek gyerekágy, nem esik nektek gyerekágy, mások pedig egy hétvégi telek. Ilyen dobogós ágya van, hogy van a matrac, és akkor mellett egy pici, mint amilyen 20 centis kis ilyen dobogószerűen van megcsinálva. Tehát nem klasszikus ágyban fekszik, hanem egy nagy dobogó. Tehát az is idő, amíg leesik. Az is idő, amíg legurul, mert a matracról a dobogóra gurul, és én mindig nagyon jól alszom mellette. Egyszer hetekig hullott le az ágyról. Esett csak viszont mondtam most egy érdekes információt. Meg is lepődtem. Na. Hogy azt mondod, hogy matrac, és hogy együtt fogtok aludni? Igen. Most nem az volt eddig a probléma, hogy nem akarnak külön aludni a gyerekek? Nem, az volt a baj, hogy vándoroltak mindig. És most azt meghoztuk azt a döntést, már hosszú ideje, hogy kidobjuk az ágyunkat, mert az csak 160-as maga a matrac. Milyen érdekes esemesek, hogy mikor akarját, hogy kidobjuk. Vagy a kidobjuk, azt úgy értem, hogy odaadjuk valakinek, akinek kell. Jelen esetben pont a Viki hugának.
csúsztárolnak. Csúsztárolnak. Kiporszívozik. Ja, francba. Kiporszívozik, és feldobom Walteren. Ja, igen. Sebesség Balázs ágya. Nem az én ágyam, ott Jani. Azt mondtad nekem, rohadjál meg, 60 ezerért adod a Walterát. És azonnal eladnád, tudod. Nem? És veszünk egy nagyon nagy matracot, ami olyan matrac, hogy kettő hosszú, ugye, mert az bőven elég, mert senki nem 1,90, és viszont 2,20 széles. És akkor ott bejön az nagyobb gyerek, magunk közé érzik a kicsit, és akkor nagy közös döglés ebben maradtunk, hogy nem vonulunk. Mert én mindig visszaviszem a Benit, akkor én följövök, akkor Beni megint följön, megint visszaviszem, én lefekszem mellette. Tehát most jöhet, és akkor együtt. Látod, nagyon. A francia, sok szoba, sok ágy, sok hülyeség. Az egész egy jurt, szoba, konyha. Kelveni egy jurtát, az kész. Ott meg minden. És közében pedig szépen. Igen. Szóval, hogy ebben maradtunk, úgyhogy. És meddig tervezitek? Már így koráig. Az együtt alvás. Figyelj, azt mondják, erről tegnap, hogy az alvászakértő is beszélt, de mi nem az ő hatására, ezt előbb terveztük, hogy egy idő után a gyerek már azt mondja köszönni, hogy ő kiköltözne, és akkor saját ágya lenne. De most is saját ágyban alszik, csak amikor éjjel-háromkor megjelenik, hogy rosszat álmodik, akkor eddig az volt, hogy visszakísértem. Én viszont lefeküdtem mellette. Álmodtom, mert... Na, nem volt erő visszamenni a szobában. Igen. Erre lefekszem mellette, akkor Viki lejön, hogy ne aludjak a gyerek mellett, menjünk vissza a saját ágyunkba. Akkor visszajönjek a saját ágyunkba. Tehát most az lesz, hogy Benni följön, nem tud aludni, hozzá a kis pániát, feküdj le, aludjál itt mellettünk, ez legyen csöndbe. És akkor adja, alszunk együtt. Ennyi. Nem ördögtől való ez. Nem, mesztelenkedünk a kádban, meg ilyeneket csinálunk. Fúj, hát most ugye hallgattatok, mint ha azt mondom, hogy csókolozom a gyerekemmel, vagy. De én nem mesztelenkedek a kádban. Illetve szoktam, mert hogy a ruhásfürdés az már nem annyira divat. Én is messzelen fürdöm a gyerekem. Tehát ez nem, szerintem ezzel nincsen semmi, vagy sokan alszanak. Mi nagyon sokáig együtt aludtunk kényszerűségből a gyerek, és nem vettük észre, hogy problémát okozott volna a későbbi leválás. De ne, szerintem egy idő után azt mondja, hogy figyelj, anya, már nem akarok már akkor is kalcik a saját szobában. Ágyat, mi? Már örült neki, már tudod, már örült neki, hogy lepattantunk tőle. Igen. Én megörülök ezt az állandó éjszakai vonulástól, tehát ez engem kikészít, úgyhogy ez lesz. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Bevetettem a számolós módszert, azt mondták, lassan számoljak, háromig elalszom, fél négykor abba hagytam. Nem jó a számolós módszer, tegnap pont elmondta az alvásszakértőnk, hogy a balagy feltekét aktiválja. Számolsz, nem tudsz aludni, tehát ne számoljatok. Az nem jó. Vali, tegnap nem dolgoztam, ezért megnéztem a Balázsot, annyira hiányoztál. Legyen szép napotok. Adják most megint? Valahol ezt valamelyik plusz, adják, cool, nem cool plusz, plusz, RTL plusz, nem tudom. Bocskorék, most vették elő a ti tegnapi témátokat, Gipszes Zoli. Nem baj, hát mi nem vagyunk témaidigyek, tehát nyugodtan csak mi alvászakértőnk volt, és mi volt még tegnap? Csak fontos dolgokról beszéltünk, de nagyon fontos az, hogy eljusson egy másik réteghez is, aki minket nem hallgat. Egy nappal később, vagy kettővel később történik, korábban nem szokott. Igen. Abszolút, ha használják, csak egészsége. Reméljük, hogy legalább jól meg ugyanúgy csinálják meg, ahogy mi. Bali, ne nyaliz a Zsülnek. Mi a Hunadalt akarjuk. Gyerekek, én nem nyaliztam a Zsűnek, nyaliztam. Soha életedben. Elmondtam, hogy ez a Joy Legend dal jó volt. Nincs ember, akinek érdekel fűződne ahhoz, hogy nyalizzon a Zsűnek. Igen, meg eleve Bali nem nyalizik senkinek. Na jó, azért van. Igen, Bali nem nyalizik senkinek. Azt mondja, hogy Bali, hogy tudnánk ma aludni tőletek, bakker? Hogy tudnánk már aludni tőletek, bakker? Csak ékezet nélkül. Hát a kis larádiót, és akkor tudsz aludni. Így van. Azt mondja, hogy Robbie Williams ismét nagyot robbantott, írták ezt még a John Legend dalra. Jól van. Na, ezek a legfrissebbek. Egy-két csak beköszönő SMS, csak hogy kivel mi van, ki hogy ébredt, hogy nekünk is könnyebb legyen. Mutatjuk az ismétlést, ami arról szól, hogy miről szól. Zsül? Mi van? Most nyalizni kell neked, hogy elmondd. Hogy... Nem írtad le az ismétlést? Hogy mik azok a dolgok, amelyek... Nekem az vagy, tegnap Otilia mérkőzött Janival kiúsz az egy perc. De ez fontos, fontos info. Itt van, itt van. Minden itt van. Jól van, na! Jól van, na! Minden itt van, basszus, itt van minden rohadt életben. Nem tudok belekötni. Rendesen már le se tudsz cseszni. Mikor talán le akarja szúrni a gyereket, és minden tud. Minden tud a gyerek. Torna a cucc, itt van. Igen. Arról beszélgettünk tegnap, hogy mitől érezzük magunkat menőnek, ugyanis meghallgattunk egy fiatal repzenekart, hát repzenekarnak azért nem mondjuk őket, egy formáció. Gütyű Genget, mi nagyon jól szórakoztunk rajtuk, és szerintem ők ennek már baromi örülnek. A jövő. Így van, ennek már híre ment, hogy a Morning Show foglalkozott velük, reméljük, nagyon boldogok. A Gütyül Gang, ahol kemény 14-16 éves fiatalok nagyon keményen tolják az ipart. Ugye? Vicces volt, szerettük őket. És arról beszélgettünk, hogy a mi fiatalkorunkban, a mi kamaszkorunkban mitől voltunk kemények. Egy ruhadarabtól, egy beszólástól, egy szójárástól, egy farmernadráktól. Tehát mik voltak azok a dolgok, amiktől keménynek éreztük magunkat? Hát nagyon klassz kis SMS-eket kaptunk, úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. 3:47 múlt, pontosan egy perccel itt vagyunk a hírek után, és folytatjuk. Azt nézem, hogy mi a helyzet, tudod, úgy alak ezek, hogy ilyen.
azt mondja, hogy nem nagyon látok közlekedési SMS-eket. Hát nem. Milyen világ ez az, a mindenség itt neki. Breaking news, látták a Tesco-ban Aldi Meolát? Aha. Ah, nyilván. És sokat jár ide hozzánk, és igen, akkor mindig a Tesco-ban kezd, mert drága a szállodai kaja, és vesz magának egy literes tejet, meg egy 70 dekányi. Így van, úgy tudom, egy 5-ös laktózmentes szokott venni. Saját terméken. Nagyon szereti. Most próbáltam ráfűzni még egy poén, de nem jut eszembe több. Nem baj, majd később. Nem baj, nem kell egyből rátenni minden. Figyelj, legyen az, hogyha majd később. Mindig egyből ráduplázni még valamit, de nem tudok. Most fél egy órával. Végig pörgetem, hogy Aldi, mit lehet. Másfél-két órával de később beszél, csak úgy mondd be. És jó, mi tudni fogjuk. Ha nem fogjuk tudni sehova tenni, akkor tudni fogjuk, hogy ez a reggeli azt mondja, hogy 6.45-ös témához tartozott még ez a poén. Jó, megpróbálok valamit. Anna meg majd összevarja egyik best-of-ot. Összecsaljuk, így van. Na, azt mondja, hogy ma reggel hallottam a Putin Put Out című dalt, ami állítólag kijutott az Eurovízióra. Szomorú, hogy a magyar zsűri nem vállalta be a Huna dalt. Viszont leadhatátok, már régen hallottam, tegnap is leadtuk, ezen mi már túl vagyunk, ne bántjuk a zsűrit, ők ezt így jónak találták, és ezzel nincsen semmi baj. Aki viszont kijut, az a fiú nagyon tehetséges szerintem, és baromi jó hangja van. Baromi jó hangja van. És az ő dalát játszottuk sokszor. Freddy. Játsszuk, és ez egy barom jól énekel. Nem játsszuk? Nem játsszuk. Az a De az első játszottunk. Freddy a... Na, lélelá, lélelá. De a szöveg azt tudod, nem így van. Na. Ja, igen, bocsánat, elvesztettem. Azt játsszuk, az a Freddy dalt. Azaz. Adjál belőle egy kicsit. Na, mutasd, azt a spanyolosból játszál be egy kicsit. Nyomj egy, tedd alá ezt a spanyolost egy kicsit. Gyerünk a flamencóból. Ez egy gangsta dalcai. Nyomd azt a spanyolosat, melyiket? Azt a spanyolosat egy kicsit. Indíts már, Zsül, ne szórakozzál. Nem Freddynek hívták, Zsül, nem ez volt. Ott van. Keresd már meg, miért dolgozol itt? Mit csinálsz? Nem ez. Főleg így az alázenére. Nem ez, akkor még nem Freddy volt. Ez Brian Adams, de várj, ez jó ez a dal viszont. Igen. Találtunk egy jó dalt. De az nagyon az jó. A Fehérvári Alfred Gábor Géza. Jó, nem ez volt. De nem baj, jó ez a dal. Várjál, már találtunk egy jó dalt a rendszerbe, Feri, fogd már fel. Ja. Józsi Mari, ez már nem tetszik ez a dal. Ja. Ez már nem. Nem ezzel megy. Van egy másikra? Igen. És sosem tudjuk meg, hogy melyik. Ajajajajajaj. Ügyes. Mit mondtál? Mi van? Tessék? Mit jár a szám? Megjöttek a megfejtések egyébként az előző poéra. Little Richard. Nagyon jó. Szikora Robi. Gáspár Laci. Nagyon jó. Billy Ocean. Billy Ocean. Új, de jók vagytok. Úristen, de jók vagytok. Little Richard. Igen. Little Richardot látták a korábban. Okay. Ez nem tisztesszék. Szikora Robi mit csinál az Oceanba? Gáspár Laci nem mehet az Aldiba. Na jó van, köszönjük. Hát zseniálisak vagytok tényleg. Soha nem csalódunk bennetek, drága hallgatók. Azonnal vág az eszetek is, külditek. Jó, mi pedig játszunk. Hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1-re megyünk? 2-1. Nem, 2-1. A hallgatók mennek 2-1-re. Ajajajaj. Mindegy is játszunk. Mindegy is, ez a beszéd játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Tündi vagyok, Pécsről. Hello, Tündi. Tündi, hello. Kivel játszanál, Tündi? Hát én Ferivel szeretnék játszani, mert ő még nem játszott a héten. Így is van. Így van. Nagyon jó. Na, indítjuk akkor az órát, jó? Oké, rendben, köszi. Aztán minden más megtudunk rólad a játékban, Jani.
3, 2, 1, fire! Mi a foglalkozásod, Tündi? Hát szia, Feri, először is. Szia. Én varrónő vagyok Pécset. Nagyon jó. Szereted? Fogjuk rá, hogy szeretem, igen. El vagyok ott a szakmámba. Azt mondtad, hogy igen, sajnos. Ó, basszus. Szerintem is, Tündi. Hát, nem volt egy hosszú játék. Még bele se fogtunk. Hát egy újságot nem tudok elolvasni. Egy teát nem tudok meginni. A kávémat a számhoz emeltem. A pisire nem tudsz kimenni. Hát a kutyafájában. Basker, pedig nagyon figyeltem. Igen? Ez a baj, és nagyon-nagyon izgultam, igen. Lehet, hogy az. Pedig békés egy percre készültem, mondom szépen. Hát én is. Odáig. Ez lett volna az első játékom veletek. És a kolléganőim is hallgatnak biztos. Mert minden reggel hallgatunk benneteket. De aranyosak vagytok. Hát köszönjük. Igen, izgultál. Ez valószínűleg az izgalom. Izgalom hatása volt ez szerintem. Hát igen, nagyon izgultam. Itt remegett a kezem, mikor az Anna felhívott. Nincs ajándékcsomag, köszi játékot. Na hát én is köszönöm. Szép napot nektek, sziasztok. Így viszont megint az a helyzet állt elő, mint a múlt héten, hogy Jánossal elverekedtük magunkat a 2-2-ig, tényleg gyalázatosan szánalmas. Szerencsében is benne voltam, én játszottam. Jaj, de meg ráadásul. Pedig most akartam mondani, hogy ugyanúgy jöhetsz holnap, és megnyerheted nekünk. De nem, már benne voltam a héten, úgyhogy már nem tudok ezzel alcoskodni, mert már egyet nyertem, úgyhogy most nincs szükség rám. Illetve az eddigi teljesítményben én is benne vagyok, úgyhogy most nem az van, mint a múlt héten, amikor csetlettetek, botlottatok. Ja. Aranyosan aztán érkeztem. Ezt felejtettem el a csetlettet. Aranyosat, jöttetek, mentetek, de ez most nincs, majd benne voltam. Na, viszont mi megyünk tovább, mert hogy érkezik egy vendégünk 7 óra után, és egy nagyon érdekes életutat járt ő be, ugyanis 27 éve járja a világot autostoppal. Azt gondolná az ember, hogy ilyen csak a mesében van, 150 országban járt, így tulajdonképpen többet van külföldön, mint Magyarországon, és hát arról beszél nekünk, hogy egyrészt hol volt, milyen élmények élték, mi volt vele Dél-Kelet-Ázsiában, Türkmenisztánban, Nepálban, hogy esett emberrablók fogságában, eleve nagyon romantikusnak tűnik ez a történet, és nagyon regénybe illő, hogy valaki stoppal bejárja az egész világot 27 éven keresztül. Hát micsoda élet, nem? Amikor arról szól az élet, tehát, hogy lassan 30 éve utazol. Meg, hát ugye ebben azért vannak a stopban olyan dolgok, stoppolásban, hogy egyszer Egerből Békés Csabára 2 nap alatt jutottam el. Na. A franc se akar többet stoppolni, érted? Hát, sokan nem álltak meg. 220 kilométer. Lassan le is sétálod, igen. Szóval érkezik majd hozzánk Csoka Csaba, Vándorboly, ez az ő becenevem, és hát erről beszélgetünk, magáról az útról. Ugye nehéz ilyenkor nyilván konkrétan kiemelni egy-egy országot, de megpróbáljuk azért vele ezt a 27 évet átbeszélni, és egy-egy szeletét, egy-egy pillanatképét kiemelni ennek a hosszú-hosszú vándorútnak, mert hát az ember ezt irigykedve szájtátva hallgatja, hogy milyen az, amikor valaki 30 éven keresztül nem csinál más, csak utazik és járja a világot. Hát milyen jó lenne, ha mindenki így élne. Úgyhogy vele beszélgetünk majd, Ákos, híre után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, micsoda muzsika, kérem szépen, egy jó Depeche Mode, hát nincs ember, akinek erre ne indulná el a lába. Igen, Ákos még mindig tud, írja valaki, ez a bonanza szám, egy időutazás. És megtanult énekelni is. Jaj, de jó, úristen, tényleg a fekete ruhás emberek, fiatalok, lemezes cipővel, bakancsal, ú, de jó, jó időszak volt az, bonanzás voltál, depeses voltál, jó kis Metallica király, írja valaki, igen, végre jutó a Klassz FM-en. Jó, hát ez már hagyomány, úgy látszik, hogy egy-egy oldalt hallgatunk, úgy miért adnak, hogy ha valaki komolyan is gondolja. Teljesen mást. Aztán már, aki persze nyilván komolyan gondolja, igen, jó ez a rikészli minden reggel. Azt a mindenségét. Na, és hát ilyetetlen, tényleg ez pár napja elindult ez az őrület, azóta mindenki megőrülve írja be a különböző hozzászólásokat, hogy szerintem mi volt ez. Valaki sok felkiáltó jele, ez az, Pet Shop Boys. Mi nekünk ennyi is elég reggel. Nekünk ettől jobb kedvünk lesz. Na, nem hármas bevezetőn a kúttól áll a sor, és hát ennek nem tudom,
az okát egyelőre, hogy mi lehet, de akkor most az M3-ason már most dugóban. Jó reggelt kívánok, a 81-es főúton Székesfehérvár irányában köd van, és fagyos, csúszós az út, mindenki vigyázzon, ezt Zoli küldte nekünk. Trafi a 44-es számú főúton Békés Csaba határában, a körforgalom előtt a 70-es táblánál mérnek, vigyázzon, aki Szarvas felől érkezik, ezt Csoki Guru küldte nekünk. Aztán a 63-as főúton Szekszárd Székesfehérvár közötti részén teljesen oké minden, generálos Tomi üzente, hogy arrafelé nyugodtan lehet autózni. Jó, viszont ha látjátok, akkor vagy tudjátok, hogy ott álltok éppen az M3-as bevezetőjén, küldjétek már el, hogy mi a helyzet. Baleset, piros lámpa, útszűkítés, útjavítás, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik éppen most nagy erővel jönnek a főváros felé, hogy érdemes-e kerülni, vagy csak a szokásos dugó van, és az ember 1-2 perc alatt túl van. Túl van rajta. Na. Gyerekek, meg kell, hogy jegyezzek valamit, mielőtt elkezdenénk a vendégünkkel beszélgetni, hogy szomorúan konstatálom, hogy se méz, se lekvár. Ja, úgy jegyezni, azt hiszem, hogy ne felejtsen. Se kókusztej. De most mondja, hogy legközelebb hozzá neki. Hogy mi van veletek? Nem szerettek már? Én soha nem szerettelek. Nem vagytok már a régi ebben a formában. Mi kihagyod az asztalon, és megpéneszedik a teteje. Én azért nem veszek most lekvárt, mert állandóan kiveszed a hűtőből, beleeszel, azzal semmi gond nincsen, de legalább visszatennéd a hűtőbe. Állandóan ott marad az asztalodon, és mindig meg pimpósodik a teteje. Nem érzem a törődést. Nem szerettek már, úgy érzem. Se egy kis citrom, hogy a teácskámba tegyek, se egy kis lekvár, hogy a tejembe tegyek, az abba. Hát komolyan mondom. Hosszú étvégeje megrohadna a hűtőbe. Milyen világ ez? És akkor most itt titokba esztek? Titokba tesztek az asztalról magatoknak valamit? Persze, van a kis fiókunk, azt ott. Igen? Zárható fiók? Igen, én általában egyébként a konténer mögött dugtam el a lekvárt. Mindig kiszaladok egy kicsit. Én mondom, én itt most sejtek valamit, hogy itt most mindenki rejti. Rejti a cuccait előlem, de tudjátok, hogy én vízlaszimatom van. Vízlaszimatom van, úgyhogy megtalálom. Csak akkor ne lepődjetek meg. Hát, kinyitom a hűtőt, semmi, jobb citron, a vízlaszimat, mint hogy a komodorosan csimbokos lennél hátul. Hát, főleg a vakkomondor lennék, képzeld, milyen lenne, mindenki átesne rajtam, ugye? Szörnyű világ ez, hogy a vakkomondorokon csak úgy átesnek az emberek, ugye? Milyen világ ez? Na, megérkezett hozzánk vendégünk, itt van Vándorból, jó reggelt kívánunk, hello, örülünk, hogy itt vagy, ciao. Hello. Jó hangosan, jó közel. Jó ez a... Rendben, meg így, vagyok. Így nagyon klassz. Hát amikor az ember ilyet olvas, akkor a száját átva marad, és ezért is gondoltuk, hogy talán érdekes lehet ez a beszélgetés, és meghívunk téged, mert azért ez ma már nem jellemző. Az, hogy valaki stoppal megy, az igen. Az, hogy valaki utazik valamennyit, az igen. Természetesen. De hogy valaki 27 éve járja a világot autostoppal, azért, hát azért ez nem jellemző. Ez bárki teljesítheti, mondjuk 40 fölött van. Tehát. A legfontosabb kérdés. Mi lesz a nyugdíjaddal? Hát, és neked mi lesz a nyugdíjaddal? Ugyanaz, neked is, és nekem is semmi. Ez nem kérdés. Igen. Ő viszont legalább utazott egy csomót előtte. Én meg ott állok majd hülye 60 éves, a gyerekek nem utaltok. Ő viszont egy percig se hitt belőle, hogy elfizetett évéből valami lett. Tök jó, a realitás a talaján élek. Egyébként Ferinek van igaza. Ugyanannyit igen, élünk, ugyanannyit, csak te utazol, nem, és a nyugdíjunk viszont ugyanannyi lesz. Jó, csak ez egy ilyen kamaszkori vágyálom, ami aztán megragadt a felnőtt korban, és stoppoljunk és utazzunk? Mindig is kíváncsi voltam a világra, és akkor ezt most így beteljesítettem egy lehetőség kapcsán. Egy haverom szólt, hogy stoppoljunk ki Görögországba. Itt még a 80-as évek végéről beszélünk. Ez volt az első? Igen. Ez egy nagyszerű út volt, annyira megváltoztatott, olyan nagyszerű emberekkel találkoztam, akik így inspiráltak utazásra, egy világ nyílt meg nekem, és ráadásul megtanultam angolul. Ugye akkor még oroszt kellett tanulni, én az a generáció vagyok még, és akkor rájöttem, hogy ezzel a nyelvvel tudok kommunikálni, és akkor így tovább léptem. A görögöktől tanultál angolul, mert hát akkor igen, azt nem sok helyen értik. Hát az van, hogy ugye a görögök nem beszélnek általában a nyelveket, ha beszélnek valamit, akkor az angol volt már akkor is. Én nekem volt valami nagyon alap angolom, de akkor utána már összeraktam mondatokká, és ez egy nagy élmény, amikor így gyakorlatilag négy kézlábról fölállsz két lábra, és elindulsz gyalog. Tehát gyakorlatilag ez történt meg a nyelvben is velem. Tehát... És amikor azért mondták sokan, hogy ez nem angol, te görögül tanultál meg. Nem, azért annyira megkülönböztetem, de nagyszerű élmény az, hogy ugye ma sokkal könnyebb utazni, van internet, telefon, stb. Egy haverommal úgy utaztunk egy hónapig, hogy 3 naponta találkoztunk, megbeszéltük, hogy melyik tengerparton, melyik városba találkozunk, és mind a ketten ott voltunk, és egy hónapig működött. Tehát nem tudom, hogy a mai emberek, hogy ezt meg tudnák-e tenni, hogy kommunikáció nélkül létezzenek. De közben te azért dolgoztál valamit, mert azért, hogy az ember 27 évig utazik, hát még a stoppal is megy, azért annak vannak bizonyos járulékos költségei, hogy fenntartsa saját magát. Így van, tehát amikor az első útunk volt, akkor stoppoltunk, láttunk egy lengyelt, aki szintén stoppolt, kérdeztük, hogy mit csinált.
hát gyümölcsöt szedett. Ja, lehet? Akkor mi is nekiálltunk gyümölcsöt szedni, és akkor kiegészítettük csak a pénzünket. Csak aztán elkezdtek lőni rátok, és akkor gyorsan arrébb mentek, mert kiderült, hogy egy magánterületen szeditek a szőlőt, és nem annyira szerette ezt a gazda. Nyilván aztán, amikor kimentem Ausztráliába, ott is dolgoztam, Nyugat-Európában is, amikor már európai uniósok voltunk. Tehát az én dolgoztam, és kerestem pénzt, csak ugye nem a 6-tól nem négyig a klasszikus módszer verzióba, és most már elkezdtem utakat vinni csoportokkal, külföldre, tehát hogy átalakul, átstruktúrálódik az én életem is egyre inkább. Hát tulajdonképpen az elmúlt 27 év az lehet mondani, hogy arról szólt, hogy valahol, ami tetszett neked, ott leálltál, kicsit lepihentél, dolgoztál, ott voltál az adott országban, majd megint tovább mentél valahol, ott megint megálltál, ismét dolgoztál, így kell attól elképzelni. Függ, hát nyilván Kambodzsában nem álltam le dolgozni, mert ott nem biztos, hogy annyit keresek, hogy egy picivel tovább menjek. Tehát a világnak mondjuk a fejlettebb felén lehet pénzt keresni, tehát az ember ezt megtanulja elég korán. Most már elég sok magyar is tudja. Én ezt kicsit korábban tudtam, és akkor abból a pénzből utaztam tovább. Tehát, hogy végül is így oldottam meg az én hobbimat, a vágyaimat, stb. Ilyenkor van az embernek egy olyan ország, ami felé húzza a szíve, és arra megy, vagy ez egy ilyen ott alszom, ahol éppen alszom, ott kötök ki, ahol éppen ott kötök ki, megyek, amerre az élet visz, életmód. Hát nyilván azért vannak főbb struktúrák, tehát hogyha elhatározom, hogy Ázsia fele megyek, akkor arra indulok el. Ez általában stoppal történik. Ez valahogy azért én is így képzeltem, a kérdésem talán nem teljesen nem. De jó lesz. És akkor egy kerinc ért körül. Egyébként van ilyen is, tehát hogy a stoppolásban is simán benne van, hogy a helyi arc mondja neked, hogy itt van most egy fesztivál, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor nem megyek B városban, megyek C helyre, és akkor ott részt veszek azon a törzsi fesztiválon, vagy bármilyen érdekes rendezvényen, vagy azt mondja, hogy hú, itt van egy nagyon jó kanyon, stb. Nincs benne az úti könyvekbe, és akkor oda megyek. Tehát, hogy ennyi előnye van a stoppolásnak egyébként, hogy nagyon sok helyi információhoz jutok, és te, mint külföldi, ide tenyereden szállítanak, főleg így Ázsiában, mondjuk Dél-Amerikában is. Tehát, hogy nagyon sok kaland társul ehhez. Tehát egész más stílusú utazás, mint mondjuk egy befizetett út, ahol már minden le van szervezve, biztonságban vagy. Itt pont az ellenkezőjét tapasztalod, viszont benne vagy a helyzetbe. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy történik veled valami akár 10 perc alatt, és azon napokig tudsz beszélni, míg itthon tegyük fel a gépsor mellett, napokat, heteket dolgozol, és nem tudsz róla beszélni egy 3 percet. Vagy tehát, csak hogy, nagyon keveset, igen. Tehát, hogy az utazás egy olyan élményt ad, ami nem visszaadható, ezt most így beszélgethetünk nyilván róla, de hogyha valaki átéli, akkor lesz az övé teljesen, és én ezt próbálom másokkal is megosztani. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a vándorboly, ez egy szimbólum az utazóknak. Vagy de valószínűleg most... nem vár otthon se papa, mama, se gyerekek, se a feleséged. Ja, most meg, ha így kérdezed, nincsen családom, tehát lefele, mármint felmenőim vannak, de gyerekeim. Megleptél bennünket. Ezen életvitel mellett amit elmondasz, azt gondoltam, hogy nem tápszerek, cumis üvegek és légzésfigyelő között mulatod a délután. A gyereket a zavodából. Nem, mert most éppen Szomáliában vagyok. Fenyám mellett vagyok 2 kilométeren, és éppen stopra vár. Igen, a gyereknek karate edzése van. Nem tudok menni, szvádi földön vagyok. Hát így egy picit nehéz. Na, hogyan tudjuk ezt konkretizálni? Ugye hát ez egy riporteri feladat lenne, hogy ezt megoldjuk, és ezt nem a vendégtől kell megkérdezni, hanem nekem kellene olyat kérdezni. De mégis akkora halmaz 27 év alatt, hogy ugye baromi nehéz konkrét dolgokat kiragadni, mert hogy hát gondolom egy országról is 20 percen keresztül tudsz beszélni. Hát szoktam vetítéseket tartani, és akkor 3 órán keresztül beszélek egy-egy régióról. Elmegyünk rá, ha tudunk. Reméljük. Most nekünk itt viszont csak egy rövidebb időintervallumunk van. Sajnos ennyi időnk nincsen, mert mi kispolgárok vagyunk. Be kell fizetni a számlákat, bevásárolni kell, stb. Tudjátok, az európai embernek órája van, még az afrikainak ideje. Tehát ez, igen, a különbség. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot kint, ami megragad bennem, hogy voltál olyan népek között, akiknek például nincs idő és pénz tudatuk. És erre így felkaptam a fejemet, hogy na hát ez a beszélgetésben is érdekes lehet, mert hát minket pedig pontosan ez határoz meg. Ugye két dolog, az idő és a pénz, mindenből úgy érezzük, hogy kevés van. Hajtjuk az időt, hajtjuk a pénzt, rohanunk saját magunk után. Hogy kell őket elképzelni? Hát hol vannak? Mit jelent az, hogy egy népnek, egy népcsoportnak nincs idő és pénz tudata? Hát ezt úgy hívják, hogy sharing community, tehát ez mondjuk magyarul mondjuk legyen egy ősközösségi társadalom, ahol, ami úgy épült föl, hogy ha a közösség tagja vagy, akkor túlélsz, ha kiűznek belőle, akkor meg meghalsz. Ugye régen volt egy ilyen büntetési forma, hogy számüzetés, talán ez átkerült még az európai világba is, tehát hogy egyedül nem vagy képes túlélni. Tehát hogy az összetartozás nagyon fontos. De tehát hogyha neked... Ott van még élő hagyománya ennek. Aha. Tehát hogyha neked van egy kiló rizsed, akkor teljesen természetes nekik, hogy megosztod a saját családtagokkal. És ez a probléma egyébként, hogy ők nem business mind, tehát nem egy üzleti tudatjuk van, tehát hogy ha nem tudnak nyitni egy boltot, mert mindenki valamilyen módon rokon, ugye, mert ilyen kiterjedt család van. Tehát, hogyha oda jön A, és azt mondja, hogy hú, adjál már nekem egy kis cukrot, akkor nem mondhatom neki, hogy 50 forint, és akkor itt van, mert hát hiszen ő én nagy családomhoz tartozik. Nincs is pénzük? De van, nyilván most már betanulják ezt, de a pénzhez való
tehát az arányokhoz nincsen. Tehát mondok egy példát, Pápuáknál át akartunk menni egy folyón egy csónakkal, és akkor így simán bemond rá $200. Tehát itt tudja, hogy nem tudja, hogy most miről beszél. Fogalma nincs, hogy az mennyi. De igen, igen, csak hogy érzed, érzed, vagy nem 10 dollárt mond, azért azt tegyük hozzá, ugye? Hogy a gyerek Pápu azért tudja, hogy 200-at kell mondani. Mert nem csak kettő. Igen, és akkor ugyanakkor meg elbarterolhatod vele, itt egy maroknyi bételdióért. Na, na így jön az európai mentalitás. Mennyit mondod? 200 dolcsi, adj neki egy marékdiót. Jó, de ezt már le kell fordítanod. Az is jó. És ez nagyon sok konfliktussal jár, hogy ezeken túlverjed magadat. Tehát, hogy... De egyáltalán hogy akad oda az emberet, és sétálsz Pápua Jugináma, és ők veled szembe jönnek, vagy te fehér emberként besétálsz, és azt mondod, hello, itt vagyok, ők azt mondják, hogy hello, gyere. Milyen nyelven kommunikáltok, hát hogy inkább... akad rájuk az ember. Tehát akkor az első utam az a 90-es évek elején volt Pápuákhoz, és a hegyekbe trekkingeltem. Nekem a egyik legnagyobb élményem az volt, hogy így jönnek ezek az emberek, ilyen mesztelenek, ilyen kotekával vannak, ilyen tök van a tökükön, és akkor így meglátnak, és akkor így néznek, tehát ez a kitágul a pupilla, hogy, és így szívnak be, igen, és akkor így áj, és így nyújtják a kezüket, és egy percig rázzák, és így néznek, mint valami űrből jött lény. Tehát ez annyira cuki volt. Aztán másik része, meg ott van, ha lemész a völgybe már, akkor ott már láttak fehér embert, ugye, és akkor te ilyen pénzes zsákként funkcionálsz, tehát ugyanaz a képlet, hogy valamit akarsz venni, és akkor rengetegbe kerül. Ezt a pénzes zsákos képet, ezt neked azért mindig meg kell cáfolni, mert ugye neked pont annyi lóvéd volt mindig, ami már a holnap. Nagyon elég. Minimálisan utaztam, és ez néha nagyon nehéz. Tehát olyan helyeken, ahol tényleg a gazdag turistát látják, és ilyen helyekre a gazdagok jutnak el, mert nagyon drága. Tehát Indonéziánál is háromszor drágább volt, ugye most a indonész Pápuáról beszélünk, hogy viszonyú drága nekem. Tehát, hogy én tényleg mindig nomád módon utazom, tehát, hogy vittem a hálózsákomat, és akkor helyekkel alszom, hogyha meghívnak. Tehát ez folyamatosan létezik. Nyilván egy turista ezt nem, ott le van szervezve, akkor kap házat, szúnyoghálót, stb. Tehát, hogy és akkor látják, hogy ő mindent megfizet, pontosan van a guide-jai. Tehát, hogy azt hiszik, hogyha jön még egy ugyanolyan színű, hát az azt jelenti, hogy egy csomó pénz jön. Mit jelent az, hogy nincs időtudatuk például? Hát például, hogyha beülsz egy menetrend szerinti buszba, ami A és B között megy, megkérdezed, hogy mikor érünk oda. Az egyik, a buszsofőr azt mondja, 2 óra, a kalauz meg azt mondja, 10 óra. Nem és tudják, hogy mennyi, fogalmuk sincs. Nem tudják, hogy mennyi az adott idő, ami alatt nem, eljutnak. Nem, és érdekes. Naponta megteszik. Egyébként ilyen 6 óra. És a kettő közé kell lőni akkor. Igen, és akkor próbáltam kérdezni, no, hány kilométer, hiszen ott azért pörög a kilométer számlál, ha csak egyszer ránéz így a utóbbi években, és nem. Jó, de az, hogy kilométer, azt már le kell mérni, azt már le kell nem olvasni. Nem kell mérni, ott pörög neki. Tehát, na jó, de azt már tudnom adat... kell leolvasni, de az, hogy mondjuk mennyi a idő, az gondolja, hogy van egy napórájuk, és bármit, de alapvetően nem, hát azt tudják különben, hogy elindulunk, és egyszer odaérünk, és tök mindegy, hogy mikor. Tehát volt ilyen Pápuáknál, hogy reggel 6-kor mondták, hogy jön reggel a busz, és akkor kimentünk napkeltekor, ne késsük le, mert nem tudták, hogy mikor, és akkor ott a helyiek is így gyűltek, és kérdeztük, hogy mikor jön, mert mit tudom, 8-kor, 9-kor még nem volt ott. Hát, ha nem jön, akkor majd holnap is visszajönnek, és akkor holnap mennek. Hát nem idegeskedik túl dolgokat. Nem, hát nekik tök mindegy, hogy most mikor ér be a városba, tehát, hogy... A város ott lesz holnap is, nem? De ez most komoly, jó, tehát, hogy mi izgulunk ki, amiatt, hogy egy percet késik a metró, tehát akkor külföldiekkel beszél, akik nem is értik azt, hogy miért izgulnak itt az európaiak, hogy a metró elment az óruk előtt, hát 2 perc majd jön a másik, tehát mi ezzel a gond? Azt olvastam. Meg még egy sztori, amikor Dél-Amerikába stoppoltam, mindig kérdeztem a közép- meg dél-amerikaiakat, hogy mi a véleményük USA-ról, azokat, akik voltak. És mondták, hogy hú, hát milyen rossz, hogy ott bemész a boltba, és senki nem beszélget vele, tudod, lehúzzák a üzét, fizetsz, és senki nem kérdezi meg, hogy hogy vagy, mit csinálsz, de csak nincs duma közben. Nagyon jó. Tehát, hogy nekem ez is egy nagyon visszajelzés a mi társadalmunkról, hogy mennyire gépiessé váltunk, mennyire megszűntek az emberi kontaktusok. Tehát, hogy nekem ez tetszik az utazásba például, hogy ezek még ott élnek. Azt olvasom, hogy Pakisztánban 4-5 ezeres hegyeken mentél keresztül, és azt írott, hogy az ember egyedül van, és kitörik a bokája, akkor ott marad végig. Így van, így, és ezt szandálba tettem, azért tegyük hozzá. Készültél marhára. Mennyi ideig tart egy ilyen, na menjünk át a pakisztáni hegyeken című történet. Én ott 3 hónapot voltam, tehát nagyon sokat trekkingeltem, ez még így a Taliban éra előtt volt, amikor a Swat völgybe akkor is már mondták, hogy oda ne menjünk, már veszélyes, de a fönti hegyekben ott izmailak, tehát mindegy, az iszlámnak van több irányzata, ők nem a szunnik, és hihetetlen barátságosak. Sőt, a hunzák ott még keresték a magyar rokoni vonalakat is egyébként. Voltál a hunzák völgyében? Igen, igen, igen. És akkor ott volt egy nagyon értelmes figura, egy kulturális egyesületet vész, és megtudta, hogy magyar vagyok, és ott kerestük a közös szavakat, hogy van-e. Aztán persze egy magyar nyelvész ismerősöm azért helyre tette, hogy azért annyira nem, de akkor is jó volt barátkozni.
És tényleg úgy elképzelni, az ember megy, és ott tényleg ott legurul kettővel lejjebb, és történik vele valami, senki nem talál. Nem? Van, egyik a gletszerek, vagy amikor mész a gletszerek, ott vannak rianások, és ugye én egyedül szoktam, mert nekem nem volt pénzem guide-okra, stb. Tehát, hogy a hegymászásban egyedül veszélyes. Ha többen vagytok, akkor kihúznak, stb. Maximum eltörik a lábat, hívnak segítséget, elvisznek. Tehát, hogy ilyen van. De én olyan helyeken mentem, ahol mit tudom én, kb. Fél év múlva talál meg legközelebb valaki, addig meg nem húzom ki ott a gletszer szélen, meg nem is volt felszerelésem, tehát ilyen szempontból egy felelőtlen utazó vagyok, de ilyenek vannak. Viszont cserébe hihetetlen jó, ott egy 7000-es hegy, és mondjuk ott egy 4000-es gletszer, és akkor látsz egy ilyen avalancs, hogy mondják ezt, lavinát, igen, fantasztikus, meg nem és tudom. És te egy szál papucsba, tényleg. Szandál. Szia, bocsás, igen, és a sátrad, mindjárt. És a sátrad, nappal meleg van, tehát nappal is szétégsz, tehát iszonyú meleg van, és akkor éjszaka vannak minuszok, tehát igazából az éjszakát kell kibekkelni rendesen, és utána nappal már tudsz menni. Nicaraguában emberrablók raboltak el, tényleg? Hát volt ilyen, nem rám céloztak egyébként, de úgy jött ki az esemény, ugye oda jöttek hozzám, van itt egy nyitottak egy új hostelt, és akkor most az első napokban ez így ingyenes, és hogyha azért nézzem meg, hogy elvisznek oda, és akkor beültem a kocsiukba, aztán mondta, hogy jó, még jön egy haverja, és akkor is beült menni, aztán jött egy harmadik, meg egy negyedik, kicsit és már csak azt vettem észre, hogy négy nagy ember között vagyok, és megyünk ki a városból. És én furcsa kérdéseket tettek föl, hogy hát hogy mennyi pénz van nálam, hogy milyen bankkártyám van, és akkor rögtön esett le a tantusz, hogy hát ezek mást akarnak, és mondtam, hú, hát a pénzem meg az zsákom, az ott hagytam a őröknél a nemzeti park bejáratán, de csak jöttem, hogy megnézem ezt a falucskát, hogy milyen, és akkor elvették a fényképezőt, nézték, és akkor lehet, hogy hát azért csak 100 dollárt kapunk, visszaadtak, és kidobtak a kocsiból, tehát nem voltam egy nagy halat. Csak szépen visszaslattyogtál. Így van, visszastoppoltam utána a városba. Volt olyan hely, amire azt mondta 25 év alatt, hogy ide nem merek elmenni, vagy nem akarok, vagy olyat hallottam róla, vagy pont azért mentél, mert olyat hallottál róla, hogy na, ide senki nem megy, én elmegyek? Na igen, tehát én sokat utazom, Afrikát mindig ilyen utolsónak javaslom az embereknek, tényleg? Főleg a független utazás, Afrika nagyon kemény, tehát hogy az egyik legnehezebb utazni. Miért? Tehát a legkeményebb stopposok is mondják, hogy 3 hónap után ők evakuálnak. Tehát én meg... De mit, hogy nem vesznek föl, vagy olyanok a nem, körülmények? Igen, tehát mindenki lehúz, mindenki a használt lesi belőle, tehát nincs olyan, tehát barátkozóak, tök barátságosak, de a vége mindig az, hogy adjál nekünk egy laptopot. Abban nincs olyan sok az ember. Igen, pár... igen. Megvagy. Adod a laptopodat, a kulacsodat és a bankkártyádat. Aztán mehetsz. De nem ezt tök barátságos, nem kirabolnak, csak ők teljesen természetesen veszik, hogy jön egy fehér ember, az mindig osztogatni szokott, hát akkor most neki nincs laptopja, igaz, akkor de nekem se volt, és olyan laptopot kérnek, és évekig küldenek neked még e-mailt, hogy ne felejtsd el a laptopot. Tehát de helyesek, azért e-mailt tudnak küldeni. Na mindegy, tehát honnan is szakadtunk le, melyik... Miről küldi? Hogy volt-e olyan hely, ahol nem mentél, vagy igen, direkt azért mentél, mert hallottad, hogy nagyon veszélyes. Tehát a dél-afrikai köztársaság ilyen nagyon húzós ilyen szempontból, illetve Nigéria volt. Tehát voltam, mit tudom én, 6 éve vagy 7 éve először Nyugat-Afrikába, és akkor eljutottam egészen Togó, Benin, és akkor ott volt a nigériai határ, és akkor mondtam, hát erről nagyon sok rosszat hallottam. Egyébként nagyon fifikásak, vagy nagyon műveltek a nigériaiak, tehát hogy oktatásban király, viszont, hogy mondjam, rosszra fordítják ezt a tudásukat, meg ezt a gondolkodásukat, és akkor is fölkanyarodtam Burkina Faso, Niger, és akkor onnan szálltam haza. Viszont most stoppoltam Dél-Afrikából föl Csádig, és ugye Nigériában volt a legolcsóbb repülőjegy vissza Európába, ugye, mert Szudán felé nem tudtam menni a Darfúri konfliktus miatt, tehát hogy kb. A Csád az nekem egy ilyen zsákutca lett, és akkor visszamentem, de hát a nigériai vízum is nehéz volt, és Nigérián belül meg naponta letartóztattak, tehát körülbelül meglátnak egy fehér embert, aki nem jippel és sofőrrel van, az ilyen out of context, tehát hogy nem tudják hova tenni, és ahogy meglát egy rendőr vagy egy katona, rögtön szétszedik a csomagomat, tehát engem terroristaként kezeltek kvázi. Tehát tök furcsa egyébként, hogy mi ezt csináljuk a külföldiekkel, ott meg velem csinálták ezt a rendőrök, és nyilván a baks is volt az egésznek a történetnek a vége. Hogy fizessek, én meg nem akartam, akkor bevisznek a rendőrségre. Tehát minden nap, most ezt tök komolyan mondom, minden nap a rendőrségen töltöttem 2 és 4 óra között, attól függően, hogy milyen gyorsan kerültem fel a legfelső pozíciói rendőrig. Ha gyorsan ment a legfelső pozíció rendőr, azt mondta, hogy mondom, turista vagyok, hagyjanak már békén, naponta letartóztatnak, engedjenek el. Ja jó, és akkor elmehettem. De volt olyan Nigériában, hogy rendesen új lenyomatot követ, egy 18 oldalas papírtömböt kell kitöltenem, tehát tényleg így a múltamról, hogy mi voltam katonaságnál, stb. Atyaiste, kicsit paranoiás. Nyomat, fénykép, mindent kaptam. Itt volt az, hogy eltévedtél a sivatagban éjszaka? Nem, az a Burkina Faso Niger határon volt. Aha. Ez azért, mert hetente egyszer megy ott valami jármű,
és gondoltad, gyalog megcsinálod. Gondoltad, hogy nincs baj egy kis magánnyal. Hát, ha most jön. Elindultál arra felé? Hát azért, mert csak ilyen 40-50 kilométer, és éjszaka azt le tudom sétálni. Ugye, mert nappal ilyen 40 fokok vannak, tehát az hőhalál. Már, hogy átkelsz a határon, arra gondolsz? Igen, 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 mert nincs messze, tehát, hogy ha átjutok a túloldalra, ott már van egy másik falu, de nem akartam 6 napot várni egy olyan faluban, ahol semmi nem történik, azon kívül, hogy naponta 5-ször imádkoznak, tehát hogy az a fő esemény. És naponta 10-szer kérik a laptopodat. Nem, ott nem kérték, érdekes, mert ez inkább Afrika déli részén volt. Nyugat-afrikaiak így nem foglalkoztak ezzel, de mondom, ott nagyon kedvesek voltak, a határőr is segítőkész, mondta, hogy ő se tudja, mikor jön, ez egy jeep, de hát nyugodtan megyek ezen a pisztén, aztán elfordulok egy óra múlva balra, és csak megyek egyenesen, és akkor megérkezek. Ugye este azért más ennek a optikája, meg a sivatagban a piszték, ezek az ösvények, ez olyan, hogy a jeepek mennek ott, ahol mennek, tehát 1000 van belőlük, tehát nem tudtam, hogy hol kell elfordulni. De mondta egy támpontként ezt a tornyot, hogyha látom majd a tornyot, akkor már jó irányba vagyok, stb. Aha. És látom azt a tornyot, aztán mentem arra, és kb. Egy 3 óra után visszaértem ugyanoda, honnan elindultam a határőrposzthoz. Tehát ilyen vicces volt a történet, akkor feladtam, tehát rájöttem azt, hogy ez nem fog menni egyedül, tehát iránytűm nem volt, iránytűvel azért be lehetett volna lőni, de ugye a low budget backpackingnek, amit én képviselek, ugye azt jelenti, hogy nem viszek sok cuccot magammal, hiszen azt a hátadon kell. Meg úgyis elveszik, tehát hogy... Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy akkor kivártam végül a jeepet, az is úgy nézett ki, ha még ilyen sztorikat akartok, hogy megérkezik egy jeepet, képzeljetek el, nyitott, hogy kb. 20 ember vagy 25 van rajta, plusz csomagok. De ez egy 8 személy maximum, ugye? Egy kis jeep, igen. Vinni, igen, de 25. Így van, nagyon szép fotót kiraktam ott a vandorboy.com oldalamon, vagy a Facebook oldalamon, szintén Vandorboy, ott lehet ezeket böngészni. Úgy ment, hogy mentünk kb. 5 kilométert, és ugye elfolyt a hűtővíz, akkor utána megállt, akkor valahogy föltöltötték, viszont nem tudja elindítani, mert nem indul. Akkor le kell szállni, a sok embernek be kell tolni, akkor beindul, akkor visszaszállnak, akkor megint megyünk 5 kilométert, akkor megint elfolyt. Ez egy zseniális. Tehát, hogy kaland. Valahol nagyon szórakoztat, hogy nyilván az ember ott van hosszú ideig, akkor de az a lényeg, hogy én tudtam, azért, hogy megérkezünk, hiszen az a másik 25 ember is azért ült rajta, mert azt gondolta, hogy megérkezünk. Tehát, hogy ilyen módon ők miért gondolták azt, hogy megérkezünk? Ja, én fizettem érte egy halompénzt, igen. Sajnos igen, itt nagyon drága Afrika, azt is, ezt a sztereotípiát is szoktam lerombolni, hogy hiába vannak ott éhezés, stb. Iszonyú drága, tehát drágább, mint Európa. Hmm. Legtöbbször persze. Olyan van, ahova még nem jutottál el, de szeretném? Én most 150 országban jártam, tehát akkor még ENSZ szerint van nekem 47. De valószínűleg nem jutok el ezekre a helyekre, mert ilyen kis szigetek a csendes óceánon, meg mit tudom, de szigetekre nem tudok elstoppolni, na röviden. De van-e álom, ahova szeretnél? De még igen, van Jemen, az egyik ilyen nagy álmom, tehát gyönyörű, szép kultúra és nagyon fantasztikus emberek. Kétszer is voltam a határon, de nem jutottam be. Akkor Izland, Antarktisz, Grönland és Argentína, talán ez van még az életlistámon, uh-huh. Aztán így nyugdíjba vonulok, ha már a nyugdíjjal kezdtük itt a blokkot. Ja. Volt olyan hely, ahol üldögéltél, nem tudom, tényleg egy Machu Picchu, vagy a Nazca vonalak, vagy a piramisok, és azt mondtad, hogy na most igen, én ezt az egészet ezért csinálom, na most ez egy olyan pillanat, hogy itt ülök a csillagos ég alatt, és úristen, ha lehetne, akkor ezt megmutattam mindenkinek. Hát általában nekem ezt a hegyek hozzák, ezt az érzést. Igen? Én inkább hegyi ember vagyok, mint vízi, meg tengerparti. Tehát amikor ott vagy egy 5000-es vagy 6000-es hegyen, és ugye a világ a lábad előtt van, és érzed azt, hogy ezt meg tudtad csinálni. Erre szoktam mondani, hogy az utazás a határaink kitologatása, tehát hogy tisztában jössz magaddal, hogy mire vagy képes, és még azon túl. Tehát nekem ez az érzés, hogy megcsináltam, és hogy voltam ott, meg hogy látom, nem leírható. Tehát aki mászott hegyet, vagy akár mit tudom, fölmegy a kékes tetőre, már az is valószínűleg egy csúcs valakinek, akkor az ott is érzi, hogy milyen jó érzés ez. Én voltam múltkor a kékes tetőn, nagyon mérges voltam, tele volt a parkoló. Ja. Picit lejjebb kellett megállni, a kutya fájt, nagyon ki voltam borulva. Teljében a parkoló, mondom, kutya fáját, jó, legalább 20 métert sétálunk el. Milyen világ ez, kérem szépen, milyen világ? Egy automata, egy ATM van valahol is. A határaimon vagyok. Nem tudok ülni valahol, mert 20 métert sétáltam, nem volt a parkolóban üres. Tudod váltani egy 20-as. Ja, Istenem, nem, mert csak humorizálunk nyilván. Pont ez lett volna a záró kérdés, hogy nyilván azért itt a 27 év alatt az ember baromi sok mindent megtanul önmagáról, hiszen ez a sok egyedüllét már olyan gondolatokat, meg olyan mentális erősödést hoz, amit kevesen tudnak megtapasztalni, hiszen itt mindig tényleg körbe vagyunk éve valamivel, a saját családtagjainkkal, emberekkel, kütyükkel, internettel, de hát azért a nagy csönnek és a hosszú magányok azért biztos, hogy fölébresztenek az emberben valami más, nem? Amit itt sajnos nem tudunk, és hát nem olyanok a körülmények. Hát én a buddhista főiskolára jártam, azért meditáltam, meg amikor volt
voltam Dél-Kertázsiban, nagyon sok helyre elmentem, ilyen elvonulási helyekre, kolostorokba. Tehát az ember mondjuk megtanulja a türelmet, megtanulja azt, hogy az időt másképp kezelje. Tehát nyilván itt Európában azért pontos vagyok, ide is beértem, de maga az, hogy benne vagy egy világban, a világnak a részese vagy, egyé tudsz vele válni, el tudod fogadni a legtöbb helyzetet, tehát hogy türelemmel, tehát ez nagyon fontos, mondjuk főleg ha valaki stoppal járja a világot, illetve ráhagyatkozni a világra, hogyha ez történik, akkor azt fogadom el, ha az történik, azt fogadom el. Tehát, hogy ez nagyon rugalmassá is tesz, tehát, hogy nyilván ez is kell hozzá, tehát nem feltétlenül ragaszkodok ugyanazokhoz a rendszerekhez, hanem be tudom látni, hogy mondjuk Ázsiában így gondolkodnak az emberek. Nyilván hőböröghetek rajta, de ezt megváltoztatni nem fogom. Ugyanúgy Afrikában, amit mondtam, ez a sepén se időtudat nagyon sok konfliktust generál. És akkor úgy utazás során ezt is megtanuljuk, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat. Tehát, hogyha rossz indulat megy feléd, akkor azt hogyan transformáld át. Tehát ezek mind olyan technikák, amik gyakorlat során sajátítod el. Tehát, hogy itt a karosszékből nem. Na, csak hogy ne egy ilyen spirituális, milyen szentó gondolattal hagyjuk abba. Már belegondoltál, hogy hány országban hány gyereket lehet különböző falandokból? Bele. Igen. Csak, hogy azért egy ilyen könnyen, mégis azért egy szorogozható reggeli műsor vagyunk, igen. Így hagyjuk inkább abba ezt a beszélgetést. Számokat mondjak. Hol tarthatsz? Nehéz ezt megmondani, de azért hogy világéletemben azért vigyáztam, hogy azért ne hagyjak fölösleges terheket ismerősökre, igen, tehát hogy ez nekem fontos volt. Nem tudok számot mondani. Tehát ez a véletlen hozzá, majd gondolom kapom az e-maileket egy időt. Hogy leérettségizett. Nagyon hiányzó, itt a kicsi kínál. Ne félésd el a laptopot elküldeni, amit ígértél anyának. Ígértél egy cím laptop. Küld el, 18 éves lettem. Ja, Istenem, hát irigykedik az ember, azért ezt jó hallani, hogy valaki így tud élni, és járja az álmait, és csinálja, és végrehajtja, és megélni. Mindenkinek a saját döntése egyébként. Tehát mindenki arra hivatkozik, hogy hú, nincs pénz, meg pénz kell hozzá. Most szerveztem ezt a Járatlan Utakon fesztivált, talán látjátok itt a pólómon is. Itt 28 előadót hívtam el, akik hasonló módon utaznak, mint én, és ezt mutattuk be a világnak, hogy lehet másképp utazni, csak neki kell vágni. Le kell mondani ugyan a komfortról, le kell mondani egy csomó dologról, alkalmazni. Most azért többen fürdőtöttek az Eszterek a gép mellett, meg a kórházakban, meg mindenhol. Hova tudnék én menni azért? De nyilván egy döntés. Nem, hát ez kell egy kulturális háttér, tehát hogy van benned egy ilyen, hogy kíváncsi vagy a világra, meg akarod ismerni, és erre hajlandó vagy áldozni már, mint időt, energiát és a diszkomfortot. Holnap meg kiörülne az egész országtól, hogy mindenki menjünk stoppolni. Tudod, vándorból menne elő, mint Forrest, amikor fut és fut után az ország. Hát az nagyon durva, amikor Afrikában, Etiópiában annyi gyerek van, és mindenhol rátapadnak, tehát egy faluba vagy, nem tudsz stoppolni, mert kb. 50 gyerek vesz körül, tehát hiába rakod ki a kezedet, a kamionos vagy a kocsis, az csak egy nagy fekete ilyen gomolyt lát, és nem téged. Tehát kb. 3 kilométert mindig ki kell sétálni a faluból, hogy végre már csak mint 5 gyerek kövessenek, ott már le tudod stoppolni ezt a járművet. Tehát, hogy ilyen nehézségek is vannak, amire nem is gondolunk itthon, ugye itt az M7-es szélén. Nem. Itt csinálnak meg senkinek, igen, de legalább nem veszi őket körbe, a gyerekserek, igen. Órákig hallgatnánk még, de bennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Vándor Bolyal beszélgetünk. Köszönjük szépen. 7:30 pontosan 7 perccel jövünk Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra múlt pontosan 50 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát nagyon helyes pali volt, nem? Nagyon. És hát az ember irigykedve hallgatja, hogy valakinek ez az élete, hogy 27 éven keresztül stoppol, 150 országban jár, hát olyan történtek, olyan sztorik, hogy az unokák is szájtátva hallgatnák, nem? A fiatalkort sajnálod egy kicsit ilyenkor, hogy nem indultál el így. Most már jó a család, meg jó hova hazamenni, tehát minden oké, de mondjuk egy ilyen 20-tól 25-ig azért ott ki lehetett volna hasítani 5 évet. Igen, elindulni, kalandvágyból. Igen. Narancsot szedsz egy kicsit Spanyolországban, abból lesz egy kis pénzed, abból átmész, nem tudom, a franciák. Hát igen, csak aztán igen. Lehet, hogy 25 éves korod körül nem azt mondtad, hogy a hazajövök és a családot alapítok, hanem annyira jó volt ez az elmúlt év, hogy maradunk. De helyes volt. Igen, aki nem hallott a beszélgetést, hallgassa meg. Na, mi pedig játszunk, már is itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló! Halló, sziasztok, jó reggelt, Ági vagyok Győrből. Ági Győrből, hello. Szia. Ági, jó reggelt kívánunk neked. Hallgattad a beszélgetésünket? Hát, időközben. Időközben, mert hogy dolgozol már, ahogy igen, látom. Igen. Nem? Mit csinálsz? Egy látványpékségben dolgozok itt hajnali 4 óta, úgyhogy szoktalak benteket hallgatni. Akkor csak úgy félfüllel gondolom. Igen, igen.
kiszolgálsz, és minden egyebet kell csinálni. Igen. Na, figyelj ide, szólásmondás, vagy pedig város, ez a kettő maradt még, melyik legyen? Hát, város. Város legyen, jó. Na figyelj, akkor indítom az órát, próbáld kitalálni, hogy mit mondol. Figyelj. Rod lesz szűd. Düsseldorf. Jaj, de ügyes vagy. Így van, így jó van. Így szólt. Rod lesz szűd. Ez Düsseldorf. Szép volt. A leggyorsabb megfejtő vagy Dóra életében. Rod lesz szűd. Így van. Ez Düsseldorf. Hát ez könnyű, könnyű volt. Mármint, hogy könnyen ment. Nem volt könnyű, csak könnyen ment. Könnyen ment. Megvan az ajándékcsomag, örülünk. Köszönöm szépen. Régóta szerettél volna nyerni? Igen, igen, igen. Jó, ilyen napi szinten próbálkozok. Tényleg? Csak gondolom, sokan jelentkeznek. Két croissant meg egy kakaócsiga között titokban írsz egy SMS gyorsan, hogy játszanék? Igen, annak. Igen. Igen. Na és mi most a legnépszerűbb? Mi megy nálatok nagyon? Hm? Mit visznek magad? Hát ez a dupla csok is, ilyen nagy, meg a rétesek. Jó kis házi rétes, de szeretem. Hát igen, nagyon finomak. Jól van, csókoltatunk mindenkit a pékségben. Jó munkát nektek! Jó, köszi, hello. Milyen szépen megfejtetted, nagy, nem? Mint a villám. Gyorsan elvittél. Mert már kisült a croissant. Lehet, rohanni kellett. Na, van friss közlekedési életek, küldjetek. Közben kaptunk egyet Budapest-Esztergom vasútvonalon, elromlott egy Esztergomból Budapest alatt személyvonat motorkocsi a csütörtök reggel. Ez a nem várt esemény 30-40 perccel megnöveli a reggeli órákban közlekedő vonatok menet idejét Budapest nyugati pályaudvar és Esztergom között. Úgyhogy hát kitartás mindenkinek, aki ott van, aki vár. Várja a kis vonatát, hogy jöjjön, az lehet, hogy most egy kicsit késni fog. Készítse fel a munkahelyét, vagy a családot, hogy igen, lesz egy kis késés. Felejtsétek el az időtudatot. Így van. Úgy? Nincs pénztudat, nincs időtudat. Ezt megtanultuk. 5 perc a pontosan, 8 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel, hello drága morning show hallgatók. Itt vagyunk a Klasszon, tankcsapda király, írja valaki végre egy Beatrice, csak hogy ne szakítsunk a hagyományukkal, na végre Rednex. Írta ezt is nekünk egy hallgató, Iha Puszi Niki küldte, végre egy jó kis Bon Jovi, és defurán énekel ez a nagy feró. Így van, hát köszönjük az SMS-eket. Egyébként egy jó kis Green Day volt, csak hogy mindenkinek könnyebben induljon a napja. Nincs olyan szerintem, olyan hallgató, olyan ember, aki erre ne rúgná be jobban a reggelt. Egyértelmű, nem? Egyértelmű. Hát lenne más is, például a Gütyú Geng, de most ők jelenleg még elfogadási stádiumban vannak. Tempóban már jó a mondani valója más. Gütyüléknek. Akartok egy kis Gütyül Genget? Szerintem egyébként örülnének neki az a hallgató, hogy tegnap nem hallott. Legyen egy kicsi Gütyül Geng. Mögöttem a csapatom, itt a Gütyüli Geng. Errefelé nem divat a nagyvárosi szleng. Csodás testvéremmel már 12 éve számíthatunk egymásra, akármilyen tréve. Velem van a Szabó, a Skuba meg a Bábi. A Szabó, a Skuba meg a Bábi. Meg a Bábi. Micsoda nevek. Na jó, van, oké, ők a Gütyül Geng. Hát nagyon szeretjük őket. Csókoltatjuk mindegyik srácot egyébként. Na, nézzük, mik a közlekedési hírek, mit írnak hallgatóink, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy az Erzsébet hídnál van egy kis fennakadás, mindenki készüljön. A Pesti hídfőnél a belváros felé a rakpartra kanyarodó sávban egy kamion, egy busz és két autó ütközött, másfél sávon lehet közlekedni, hatalmas a dugó az Erzsébet hídon a Pest felé vezető oldalon. Edelény és Hajó-Szentpéter belterületén trafiznak, ez Dani küldte nekünk, aztán az Operánál szintén trafiznak a rendőrök, fél órája jártam arra, Bacu üzente. M6-os tiszta balesetmentes, Szekszárd felé süt a nap, Irillem Wonderboyt, írja valaki. Hát Wonderboy volt. Wonder, jó! Az András üzen az Operáról ott mérik a hőség felé menőket, igen, ezt mondtam az előbb. Köszönjük szépen! Trafi Szombathelyen, méghozzá az elkerülőnél az Opel szalon és a VP elágazás előtt Geri Golf 5-ös küldte nekünk. M5-ös Budapest felé 3 km dugó a 38-as kilométernél lévő útfelújításnál. Hát ez pont ugyanúgy zajlik, mint tegnap, ugyanis tegnap is már nagy-nagy dugó volt. Trafi a 26-oson, Sajó-Szentpéter belterületén, valami Nyíregyházán trafi a 4-es kivezetőnél a lámpánál. Miért tüntetnek megint a taxisok? Mi történik? Mi most a nem jó megint? Tudjuk, Uber ellenesek Uber vagyunk még, hát vagy most valami mással van baj? Persze. Uber ellenesek még mindig? Igen. Nem jöttek ki? Nem lettek barátok a taxisok és az Uberesek? Ők nem hagyják abbi, amik az Ubert, tehát hogy hallottuk a szóvét, és hogy Uber vagy Uber. Uber, mindegy, hallom. Mindegy. Csak hallom, hogy megint tüntetnek. Persze, addig ők nem hagyják abba, amíg az Uber el nem tűnik. Hát már pedig nem biztos, hogy elfog, ugye? Most próbálkozások vannak, de...
Ha egyenlő szabályozást kérnek, azt hiszem, de nem tudom én most pontosan, hogy miért küzdenek. Na, van egy mávos infónk, Budapest Esztergom vonalat, és sokan kérdezitek, elromlott egy Esztergomból Budapestre tartó személyvonat motorkocsia, és hát vesztegel ott egy vonat, és az arra közlekedő vonatok pedig hát ugye késnek, állnak, hatalmas a káosz, 30-40 perccel is, hát ez lehet, hogy bár csak annyi lenne, reméljük, hogy tényleg annyi csak, megnöveli a reggeli órákban közlekedő vonatok menetidejét. Budapest nyugati pályaudvar és Esztergom között, ezt is kérdeztétek sokan SMS-ben. Na, csak mielőtt belevágnánk a következő témába, hallottátok az új telepítésű trafipaxokat, gyerekek? Itt már semmi nem maradt titokban. Figyelj, ez nem trafi, ez egy szuperfegyver, ez egy lézer ágyú. Egy T-1000-es. Az. Egy mimetikus az. Polialoid. Ez az. Egy élő szövet a belső fémvázon, nem? Vagy csak az a T-100-as volt? Egy folyékony fém. Mimetikus polialoid. Figyeljetek, olyan szinten pásztázva leszünk, hogy az valami elképesztő. Szeretünk volna nyilatkozót egyébként a rendőrségtől, de nem akartak nekünk nyilatkozni. És ezek a kamerák tényleg mindent látnak és dokumentálnak. Tehát elolvastam és szorongani kezdtem, bár nem ültem autóban, csak az íróasztalom mellett. De hogy itt vége van. Végünk van. Nem is egy kamera, ez egy kapu. Az olyan kereszteződések és olyan helyek előtt, ahol baj lehet, ahol te hibázhatsz, egy kapu, előre kamera, hátra kamera, egy lézerszkenner. Ja, úgy érte, azt hittem, hogy kapu az átlagember pénztárcája és a költségvetés között. Az is, igen, így is lehet nevezni, de hogy ez egy fölépített kis kapu, előre, hátra kamera, lézerszkenner, milliméterrel leolvassa a kocsidat. Nem hiszed el. Tehát ez az ORFK kolonoszkópiája, gyerekek. Úristen! Komolyan mondom, belátnak. Csak hogy mit lát? Figyelj! Ugye kiadott az ORFK egy videót, és most már azt is tudjuk, hogy milyen ellenőrző pontokon vannak ezek a kamerák. Például, ha jöttök be az M1-M7-esen, akkor ott fölül van már egy ilyen kamera állítólag, egy ilyen kapun mész át, ott már láthatod ezeket a kamerákat. Tehát ez egy újfajta dolog, és ez nem az, amikor egy ilyen nagy IT-szerűvel ugye is irányítja, hanem ezek ugye fixek lesznek majd. Figyeld, hogy miket miért. Több kamera is van, amit a Feri mond, a videóból kiderül, hogy az első rögzítő dokumentálja a sebesség túllépést, leolvassa a szabálytalan autórendszámát, a berendezésen van lézer, képes belőni az autó méretét, egyúttal milyen kategóriába tartozik, a hátsó kamera látja a hátsó rendszámot, az ADR kód alapján meg tudjál mondani, mit szállít az autó, a felszerelt lámpafigyelő megmondja, átmentél a piroson, megszegted-e a kötelező haladási irányt. Ez egy csoda. Összehangolt szenzorok dolgoznak. Záróvonalon átléptél-e, be vagy-e kötve. És ez csak az ízelítő volt. Van-e műszaki, nincs műszaki, mindent. És a megjegyzés szinten még odaírják, hogy a bal felső hármas amalgám tömésed alatt van egy kis gyulladás. Igen, kell cserélni. Van két aftalszádban, és van egy kialakuló herpeszed. Úgyhogy légy szíves, kezeltes. Semmi nem maradt itt. Nagyon komoly. És ezt egyetlen egy másodpercet az egészet ezt így becsomagolja, és küldi be, ahol elbírálják, hogy ez neked mennyi lesz. Ez nagyon szép. Jó, hogy ki nem lő azonnal, nem? Igen, nincs ilyen egy lézernyám, egy hálót így rádob. Azt látod, hogy az M1-M7-es robbanak az autók, azonnal kilő. Vagy mint a Vidámparkban volt ez a játék, bedobtad a 20-as, és akkor lejött egy ilyen markoló kar, és akkor kiúzta a Moncsicsit. És így kiemel a forgalomból, tudod, és kirakozik célére. Tényleg, megállnál ott az M1-M7-nél, ahol ugye ketté ágazik a Bakcsomóhot, meg a Petőfi felett van egy kis dugó, jön a kar, és kiraknak. És hogyha betartod egyébként a sebességkorlátozást, akkor kapsz nyalókát, mint az Éretlenek című film. De azt is benyújtja a kocsiba a kar. Komolyan mondom, hát már legálisan lassan egy halkat pukkantani is lehet a kocsiban, mert van hőkamera, és elmondják a gyerekek. Vagy azt hallott, hogy ennyi. Nem szép dolog. Tessék változtatni a fehérje bevitelen. Nem szép dolog. És hőkamerával már azt is nézik, tényleg. Hát ez olyan, beülök a kocsimba, és szorongani kezdek. Hát már nem tudok nem hibázni. Nem. Hát ennyi minden nem te nem lehet betartani. Nincsenek titkaik. Nincs. Az semmi. Semmi. A rendszer előtt. De ennek ellenére mégsem jönnek a büntetések. Neked se szaporodtak meg, ennek se szaporodtak meg. Jönnek. Rendesek vagyunk. Érettegek, hogy nekem rossz címre kapod meg majd egy. Évként, igen. Érettegek, az ORFK az, ami nincs évek óta, én nem kaptam csak parkolási büntetést. Tehát ez egész egyszerűen nem lehetséges. Hát nincs mindenütt kapu. És ezt elmondja a rendőrség, hogy hol lesznek majd ezek? Tehát azt tudhatjuk? Mert én most egyet megfejtettem rá, most egy ismerős mondta, hogy na nézd meg, ez itt az, M1-M7 bevezető. Ha egy ilyen fehér vászszerkezeten nagyon sok kiálló kütyű van, az kapu. Tehát az egyik oldalán van például egy ilyen műholdas, mint ami az erkélyeken szokott lenni, egy ilyen tányérantenna. Ha olyat látsz, akkor az vagy panelház, vagy kapu. Engem itt az elv érdekel egyébként, vagy panelház, vagy kapu. Minden panelházát ékezni fogok, tudod, rettegek. Hogy azért költenek rá ennyit, hogy még több bejöjjön,
Vagy azért költenek rá ennyit, hogy szabályosan menjek be. Feltételezem, hogy egyébként sokat költünk valamire, amiből még többet várunk. Nem? Hát. Mm-hmm, igen. Befektetés és várják tehát ez a hasznot. Ez egy befektetés, uh-huh. amiből haszon van. Hát ez piaci alapon működő dolog, nem? Tehát költsünk rá x milliárdot, mert bejön belőle akkor eddig 30 milliárd, ez korteszer, és ütjük akkor mondjuk 100 milliárd. Ami nem azt jelenti, hogy hát tényleg menjen mindenki szabályosan, tehát nem okolhatjuk őket, hogy ezt ellenőrzik, hogy uh-huh. mi szabályosan megyünk-e. Csak kérdezem, hogy a vásárlás célja az a morál javítása, vagy a vásárlás célja inkább a bevétel növelése? Szerintem a morál javítása egyértelmű. Igen? Én attól félek egyébként, hogyha megvásárolnak egy ilyen berendezést, miután végigolvasták azt, hogy miket tud a berendezés, újabb és újabb tippeket kapnak, hogy mit bírságolhatnak még meg. Te nézd, ne hallod, ezt is tudja, nézd csak, ez, erre mi nem is gondoltunk. Akkor ez is jött ezzel. 200 oldalas a leírás és a 100. oldal. Gyere meg, Józsi, nézd már. Ne ezt figyelj már, hát akkor mindenki. Most állítok, az lesz, hogy tilos lesz a dohányzás, és tilos lesz a kajálás is kocsiban. Esküszöm, tehát tedd, de te, mint sofőr, ha átmész a kapun, és ott a Mekiből kihajtottál egy dupla sajtburgerrel, akkor az... Jó, de várjál, mi különbözteti meg a kajálást a rágózástól, tessék? Tehát én például rágózom, lát a kamera, hogy rágózom. Akkor? Akkor az nem kell hozzá a kezed. Nem nyeled le. A telefonálásnál csak a telefonálásnál büntet, ha én nekem a kezemben van a telefonom, de megvakarom vele a fejem, akkor engem megbüntetnek? Nem tudom. Érted, nem itt van, hanem mondjuk itt. És akkor mi a különbség? Tényleg egy hamburger, egy cigaretta, meg egy telefon között? Semmi tulajdonképpen, nem? Minden, tehát minden, ami a kezedet elvonja és a figyelmedet elvonja a vezetéstől, az büntetendő lesz. De ilyen alapon akkor ne ültessünk be gyereket az átsülésbe, mert hátrézek és visszaadom neki a cumit, ha leesik. Ezt tehát, régóta mondom, hogy egyedül autózzunk ne gyerekkel. Ezért kell kétüléses sportartóval járni, ugye Feri? És a biztonság kedvéért az anyósülést is kiszedni. Így is van. Legyen egy családi, és legyen egy apának. Legyen egy apának. Mi a helyzet a cigirágóba? Cigirágóba. És a téli fagyival? Dupla bukta. A cigirágó dupla bukta. Ha kamuból rágyújtok egy cigirágóra, és azt mondom a bíróság, hogy cigirágó volt. Menő akartam lenni a feleségem előtt, és újra elkezdtem cigirágózni. Úgy érzem, a feleségem kiszeretett belőlem, ezért cigirágózni kezdtem. Hol hallottad ezt a dohányzást megevést? Ez szerintem nonsense. Nem, ez tényleg így lesz. Tervezik a bevezetését, hogy szigorítanak rajta, mert gyakorlatilag ugyanaz, mint a telefonálás. És mi a különbség, hogy ásítok, vagy bekapok éppen egy vapert? Tehát hol, mit lát a kamera? Azt, hogy Na. Én azt tudom, hogy elnézést, bíró, rásítottam, mert ott van az ölemben a majonéz, a ketchup-es sült krumpli, meg a dupla sajtburgér. De te ásítasz. És azt látja, hogy szálltja, érted, és indul a számak, hogy ásít. A nagy ásításnál az se lehet egyébként, ott meg becsukod a szemed. Tűzszetteni se lehet, és ásítani se lehet. Jó. Egy másodperc kimarad a tűzszetésnél is. Mit nem lehet még csinálni az autóban? Drága hát semmit. Tulajdonképpen lassan ott tartunk, hogy már a vezetésért is megbüntetek. Mi van, ha GPS van a kezembe, tessék? GPS? Az autóhoz ugye hozzátartozik. Oké, okay, fix helyen kell. Én fogok egy GPS, nem telefon. A telefonért büntetek, a GPS-ért nem? De várjál, a telefonodon, ha a GPS-t üzemelteted, mert van rajta. Na jó, de a telefonodat nem foghatod, akkor az mindegy, hogy mit futtatsz rajta, ne legyen telefon a kezedben, mondjuk kvázi ezért büntetnek. De ha én a GPS-emet fogom, akkor azért nem büntetnek meg. Ülök és ott fogom, mert nincs hova föltenni. Ugye, hogy ezért van egy csomó kérdés. Vigy magaddal a Janit, majd ő mondja. De hogy igen, vigy magaddal valakit, aki tartja a kezében. És mondja, hogy jobbra. Szerintetek, ha mondjuk egy hétig mindenki szabályosan közlekedne, akkor pánik lenne? Összeomlana a rend. Most komolyan kell, ugye a központi költségvetésben sokat beszélünk, megvan, hogy egyébben mennyit kell beszedni büntetésből. Tehát ez tételesen benne van, hogy adóból ennyi járulékból, ennyi központi költségvetésben mennyi megy a 39, nem tudom hány milliárdnak kell bejönni. Egy hétig mindenki szabályosan közlekedik, és nem jön be semmi, akkor... Pánik akkor van? Biztos. Igen? Akkor kirajzanak, hogy hát baj van, nem tudnak tankolni az autókban, a rendőrautókban nem üzemelnek a izét, az átvívő rendszer, a védánál, összeomlik a rendszer. Egy hét alatt ki tudnánk nyírni az egészet. Tehát egy hét szabályos közlekedés, és az egészet értelmetlenné tennénk, és azt mondjuk, hogy nem kell közbeszerzés pályázat, ne vegyetek semmit, mert nézzétek meg, ebben az országban mindenki szabályosan közlekedik, nem? Így van. Tehát a társadalmi ellenállás egyik formája lehetne az, hogy szabályosan közlekedne mindenki az utakon. Csak úgy dacból. Ez legyen egyfajta ellenállás. Na most nálatok egy elindulás gondolom így is 10 perc, mert ha meghalljátok ezt a védet, mire mindent leellenőriztek. Tehát ti, a vadon család egy, után a vadon család egy ilyen rendszer után hogy fog elindulni? Lesz egy ilyen checklist, mint a pilotáknak, amik végig mennek? Igen. Ellenőrzés, lábtörlő, bekötve, GPS, nem tudom, index. És aztán a felszállási engedély kérés a toronytól. Igen, a lőrinci toronytól. Hát tényleg, hát ezek alapján nem fogtok merni autóba ülni. Hát így is nagyon jó követő magatartást. Teljesen egyértelmű. Vagy tanúsítotok. Igen. Ezek után egy ilyen átmentek. Hát... Egy rossz szokásunk van csak, a Moni mindig akkor köti be a biztonságjövet, amikor már elindultunk. Ezt nem tudom, miért nem tudja megszokni.
Ja, hogy ezt a számon kérhető, hogy előtte. Mert, igen, mert 20-ig nem sípol 20 km per óráig. Addig van ide. Nem. Azt hiszem, hogy 20 km-ig mondod, általában 30 km után kötik. Akkor már ekkora a fejed. Ott már nagyon fél. 30 km-ig már vadon család nagyon autó, fél. És mindig akkor köti be magát, és nem tudom erről lenevelni. Kérdezem, hogy ez miért van egyébként? Mi ezzel a baj? Nem, mert az első 20 méteren is érhet esetleg valamiféle baleset. Jézus Istenem, eltereli a figyelmét. Meg eltereli a figyelmét a vezetésről, pontosan így van. Mert akkor csak ugye félkézzel fogja a kormányt. Akkor oda nyúl, beköti magát. És én mindig bekötöm magam 3-2 indulatú. Hát ezt tudom, hát a Jani beül mellém, nagyon, hogy megyünk, hogy azt a pánikszerű bekötést, fi, azt nem hiszed el. Tehát a kiül az alcára a félre, elkezdi behúzni. Keresem magát. Ezért, vagy már leszereltetted. A biztonság jövő, kiveszi belőle a kamu öveket, mert ugyanállam kamu van berakva. Mondom, hol a biztonság? Hátul a csomagtartó. Én megörülök ezzel a sípolással, azért nekem az autóban öfteror van, úgyhogy én megörülök. Én vettem a bontóból egyet is bele, akkor én nem, sajnos nem mindig kötöm be magam. De ez nem követendő példa? Nem, hát. Senki van, nem lehet. Ne kövesse az én példámat, tanúsítson jogkövető magatartást, és mindenki kösse be magát, kivétel nélkül. Így van. A biztonság kedvéért mindenki vigyen magával 4 gumipókot. És kössétek le magatokat. Na! Hát cudar, cudar világ jön. Cudar világ jön, gyerekek, tessék figyelni. Nem szabályosan kell menni, és akkor nincs mitől félni. Nem? De most akkor már mi az? A 10 óra 10 perc lesz a szabályos, és a váltás... Azt nem vezetik be soha. 10 óra, de hogy látszódjon ezen a kapun mind a két kezet. És akkor az lesz, hogy lehet majd kapni egy jobb kezet. Egyértelmű, rögtön majd az élemes vállalkozók rá fognak majd utazni rögtön a fröccsönt, műekhez kezdenek el, vagy átnál műkezeket, amiket rá lehet csipenteni. Egyet így rácsipentesz, a másikkal fogod a kormányt, és közben kajász. És én rettegek, hogy egyszer egy ilyen, rólam egy fotó kikerült. Tehát rólam a fotó, az körülbelül így néz neki. Mert én azért néha elkövetek el bűnöket. Tudjátok, én mindig, ezeket mindig bevállalom. Hát én nem közlekedek mindig szabályosan. Tehát én múltkor megálltam például egy gyors étterembe, de közben menni kellett a gyerekére az óvodába. Következőképpen nézett ki a dolog. Én ugye már tökére fejlesztettem egyébként, tehát a sült krumpli majonéz az jobb oldalon van elérhető távolságban. A telefon meg tudom úgy fogni, hogy ugye berakom így, mert nem működik mindig a Bluetooth-on. Plusz ugye a hamburger pedig tudom úgy enni, és közben, ha amikor lenne egy fotó, akkor nagyjából ez lenne a fotó. És egy ilyen hamburger, telefon, kóla sült krumpli. Nem követendő, senki ne csinálja, bekötöm magam, de néha szoktam menni, vannak hibáim, eszem a kocsiban. Tehát azért ezt én bevállalom. De a kis kólát már be tudod állítani az ajtórésbe. Ajtórésbe, vagy a lábam közé úgy, viszont nem mozdulhatsz, mert picit megnyomod, az kiömlik. Ezért van egy ilyen nagyon finom mozdulat, hogy hogy nyúlsz úgy a majonézért, hogy közben a kóla a lábad között azért ki ne ömöljön. Tehát, hogy, hát én követek el. Telefonálni. Most megkiavítottam a Bluetooth-omat, úgyhogy Bluetooth-on telefonálok. Én most azt csináltam, hogy a kiskólát be tudod rakni ide az ajtó nyitó műanyag részbe, és hogyha két hosszú szívószálat összenyomsz, akkor az csak egy 10 centit kell ol. Miért? Gondold el, Feri, kijön rólunk egy fotó. Lefotózta Balázs az új rendszer, és tényleg egy óriási hamburger, nyúlsz a majonézért, vezetsz közben, próbálod fogni a telefon, és gyerek a hátul, egy ordító fejjel, tudod. Tehát nagylából ez látszana. Senki ne csinálja ezt. Senki nagyon csinálja. De miért nem csináljátok azt, hogy vannak ezek az ivópátizsákok, amiket az ultrafutók szoktak használni, hogy megvesztek egy vaper menüt, azt kézi botmixerrel összeturmixoljátok, beletöltitek az ivóhátizsákotokba, és oda van. Azért, mert nem tudsz hátradőlni az ülésen, mert kinyomod a hamburgert. De pont ez a jó az egésznek, hogy amikor hátradőlsz, akkor viszont akkor tolod előre, akkor a jön a cucc. Én amúgykor mentem egy rendezvényre, és rájöttem, hogy a körmeim hagynak némi kívánnivalót maguk után. Most nem úgy értem. Nem volt időm otthon levágni a körmemet. Ja, de nem volt időm körmet. Nem volt, csak hosszú. Nem volt hosszú, tehát én szeretem. Hogy találtál a körméd alatt egy kis csirkének egyszer. Igen. 3-4 darab. Némi ganaj volt a túrás után a körmeim. Hiszen éppen komposztáltam hátul a kertben, és alá tettem a disznóknak. Nézd már, egy kis alapenyó sajtfalatkot. Mikor is ettem múlt éppen? Tehát a kormányt jobb kézzel úgy tartod autópályán, hogy jövök be az M1 M7-esen, hogy bal kézzel egyébként vidáman levágom úgy a körmeimet, csináltam már ilyet nem rendeltetésszerűen és nem sokszor, de egy ugye rektámasztod a kormányt, egyenesen mész, és közben szépen bal kézzel vidáman levágod a körmeidet. Hát egy ilyen fotónál téged akkor elégetnek, ott statárium. A másik kezedről vagy a lábadról? Nem, igazából a Beni vágta a lábúj körmeimet úgy, hogy közben hátra nyújtottam neki. Igen, az egyik oldalt Beni vágta, a másik oldalt Viki lakkozta. Nem, a Viki rúzsozta a számot.
Szóval, hogy igen, hát az ember gyarló, tessék, végezzünk egy kísérletet, drága autósok. Ha most ebben a pillanatban mindenkinek belelátnánk az autójába, ki mit csinál az autójába, jó? Tehát ki milyen bűnöket követ el, ha egyszer tényleg bevezetik a mindent látó nagy szemet, és tényleg a nagytesó minden autóba belenéz, tessék nekünk vallani. Jó? Tehát most legyetek azt kéne, hogy 10 óra most. 10 perces igen. kormányfogással vagy, bekötött övvel, nincs telefon. Ehhez képest mennyi az eltérés? Ehhez képest mi zajlott ma reggel az autódban? Mit csináltál? Mi az a művelet, amit te mindig az autódban csinálsz meg? Csajok sminkelnek, megörülök. Kis tükör lehajt, piros lámpánál. Tudod, nagyon rúzsoz, nagyon tojja, de legalább álló helyzetben csinálja. A csajokében szabályosabbak? Vajon ők szerintem azért nem trükköznek annyira. Most én a Viki látom, ő neki minden A-ból B-be eljutás egy halálmenet. Nekem is, ha az anyasülésen ülök. De hogy a csajok nem annyira, nem annyira bevállalósak, nem? A nőkre nem jellemző. Mondom, egy-két ilyen kis apróság lehet, de mint a sminkelés ugye a piros lámpánál, de szerintem ők egyébként abszolút jogkövetők. Ki internetezik néha, tessék őszintén? Hát mi az, kicsit piros lámpánál legnézel, mindig. Telefonra nézel, ránézel, elolvasod. Én komplet e-mailt tudok írni vezetés közben. Szörnyű. De már úgy, hogy én nem én vezetek, mert ilyet mi nem csinálunk. Nem, ilyet nem. Senki ne csináljon ilyet, tilos, de őszintén azért erről lehet beszélgetni. Persze. Tehát közben elküldesz, vagy válaszolsz? Már, ha áll a kocsi. Piros. Mm-hmm. Nyilván, persze. Te én is ránézek a telefonomra, basszus, hát megfogom. Megész közben egy receptet péntekre befotózod. Lefűzöd. Fogmosás autóban, ki az, aki csinálja esetleg, hogy kikapja a fogkefejét, és akkor szárazon gyorsan. Fogsejmezés inkább. Fogsejmezel? Aha. Jó, mondjuk te mindig az anyósülésen ülsz ott, azért könnyű. Ott bármit lehet csinálni. Érted, ott egy nagy szoba felújítás levezénylek. Ez a legjobb az egészben egyébként, hogy folyamatosan tudok okoskodni, és egyébként meg bármit csinálok, semmi gond nincsen, mert ha valamire nem figyelmeztetem monit vezetés közben, amire egyébként szoktam, akkor azt mondom neki, te vezetsz, nem? Amikor azt tudom, ott ülsz egy kis anyósülésen, négyfajta beállított GPS-szel, és nagyon tolod az észt. Lapozós térkép, kihajtatos térkép, és kétféle GPS. Most mi mit gondolunk egyébként? Az SMS-eink hány százaléka jön autóból? Legyünk őszinték. De tényleg. Miért gondoljuk azt, hogy irgalmas szamaritánusként mindenki félreáll, és megír Baléknak egy SMS, majd utána tovább indul, és elmolmol három hal kimát, nem? Hát mit, ez sajnos ezt is azért a legtöbben, ha nem otthonról írnak, vezetés közben írják. Egyértelmű. Ugye? Hát most ránézel az SMS falra, most jött már a témához kapcsolódó, hogy gyerekek vezetek, éppen ezt és ezt csinálom. A cigi kávé szeánszot hogy oldja meg az ember kocsiban? Van hát, ilyen? Ugye, persze. Igen? Nagyon szépen tudtad. Papír... Nagyon szépen tudtad. Hát, amíg a múltam volt, papírpohárba kérted ki ugye a kávét, azt beültél, visszaültél, és a két ujjad, amivel fogtad a papírpoharat, ott lógott a dekk. És a másikkal vezettél, beleszív, fogja jobban a kormányt, de ha váltás van, akkor mit csinálsz? Térdeddel alulról a kormány. Nagyon csúnya dolog, soha senki ilyet. Nem követed, szabályosan tessék, de fúj! Ezt csak azért mondjuk el, mert hogy valami ellen tudjunk harcolni, ismernünk kell az ellenséget. Így van, így van. Most tippeket adunk a rendőrségnek, vagyis segítjük a rendőrség munkáját. Így van. És mit tegyenek még be? Ha valaki esetleg nem tudta volna, hogy ezek szabálytalan dolgok, és veszélyesek, és nem követendőek, most mi elmondjuk, hogy magára ismerje, és felismerje ezeket a veszélyeket. Sikítson föl, hogy ő is csinálja. A fiatalság védelmében készítjük ezt a műsort. Hogy mit ne csináljanak a fiatalok. Pontosan így van. Az autóban. Ez a beszéd. Drága hallgatók, tessék őszintén valami, jó? Ki mit csinál? Gyerekházi ellenőrzése. Jönnek az SMS-ek, szeretem. azért a másik véglet. Gyermekházi ellenőrzése, igen. Jó, nyilván kell arra figyelni, hogy senki ne veszélyeztessen senki természetesen, meg hát a vezetésnél azért koncentráljunk a vezetése, de tételezzük föl, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem csak szabályosan vezetnek, hanem néha elkövetnek néhány merényletet, leginkább hál' Isten csak maguk ellen. Ki mit csinál az autójában, jó? Ha most belelátnánk az autótokba, írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk, Ákos, írj, utam. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 4 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és mindjárt folytatjuk az SMS-ekkel, csak gyorsan előtt egy-két közlekedési hír. Baleset a 8-as főúton a Devecseri behajtónál. Tücsi küldte nekünk, Tarab Értesülős között 4 autó ütközött, rendőrök zárják le a sávot, dugó van, valamint baleset van az Erzsébet hídon, Budáról Pest felé alakul a dugó, szép napot, Detti. 47-esen szintén baleset, autó az árokban helyszínelés tart, Derecskes Áránt felé félúton buszos
Bazsi küldte nekünk. Cinkotai úton a vasúti átjáró meghalt senki sehova, valamint az M5-ös Budapest felé Dabasi lehajtó után útmunkálatok miatt ismételten dugul, csak úgy, mint tegnap. Ezt Passi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig egy érdekes hírről beszélgettünk, ugye hát nem lesz egyszerű az autósok helyzete a fix telepítési trafipaxoknál, vagy más néven komplex közlekedési ellenőrzési pontoknál, mert hogy hát az új kamerák tényleg mindent látnak. Ahogy én is mondtam, ez az ORFK kolonoszkópiája lesz, egyfajta végbél tükrözéssel is felér a dolog, mert hogy mindent látnak, mindent dokumentálnak, és ember legyen a talpán, aki ennyi mindennek meg tud felelni, de hát meg kell, szabályosan kell közlekedni, és mi is amellett vagyunk, és ezt támogatjuk, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, mert akkor élhető ez az ország nyilván. De közben legyünk őszinték, és mondjuk ki, hogy bizony vannak sokan, akik hát vezetés közben mást is csinálnak, és ezzel reméljük, hogy nem okoznak senkinek semmilyen nagyobb kárt. Hallgatóinkat arra kértük, írjátok meg nekünk, hogyha most ez a bizonyos kamera belelátna a kocsitokba, akkor éppen mit látna? Igen. Ki mit csinál? Hát egészen végletekig menő. Hogy végletekbe hajló SMS-eket kaptunk. Hogy írjátok meg azt, amiről ti is tudjátok, hogy nem helyes, és változtatni szeretnétek rajta. Így van. Ez az egész arról szól, hogy beolvassuk hallgatóinknak, akik majd most kezdenek vezetni, fiatalok. Még, hogy mit ne csináljanak vezetés igen, közben. És hogy tanuljanak abból, hogy mennyi olyan ember van az országban, akik igenis tudnak önkritikát gyakorolni, és változtatni akarnak azokon az áldatlan állapotokon, amik az autójukban tudod, zajlan. Miért is ez a műsor? Felhív, tanít, és őszinteségre nevel. Ez így igaz. Mind a fiatalok védelmében. Így van, ahogy elmeséltük, van, hogy régen milyenek voltunk, már megváltoztunk. Nem csináljuk, felhívjuk a figyelmet, oktatjuk a fiatalságot, őszinteségre nevelünk, hiszen vannak őszinte hallgatóink, tehát egyszerre nagyon sok mindent megmutatunk. Hova vezetne hogy legyen az, hogy ehhez önteltségre, gőgösségre, és arra tanítaná tényleg a fiatalokat ez a műsor, hogy ne vegyünk tudomást a hibáinkról. Hogy ott az ellenkezőjét akarjuk. Így van. Ez a műsor leneveli az embereket a felelőtlenségről. Egy nézzük, új egészséges szellemiségű generációt fog majd adni ennek az országnak. Nézzük. És szívesen teszi ezt. Nézzük, mennyire őszinték hallgatók. Mert van küldetős tudatuk. Ja, bocsánat. Férjem kereskedő, lábbal kitámasztott kormány. Pénztárgépet, vára szorított telefon. Nem teljesen érte, nekem a haja még ne áll. Mi az, hogy pénztárgépet, pont vára szorított telefon? Pénzt pörget. Pénzt perget. Ja, igen, hát tudom, kéne olvasni. Pénzt perget, vára szorított telefon, igen. Uh-huh. 30-40 egyszerűsített számlát írok meg az ölemben. A napi elszámolás, pénzt, papírok közben headsettel telefonálok. Világostól Fehérvárig végzek is, ezt oxigénfutár küldte nekünk. Én éppen reggelizem a chia pudingom. Chia puding, nagyon jó. A kanál a számban, a puding pedig az ölemben, és közben SMS-t írok nektek. Mi lesz, ha ez élesítik ezt a rendszert? Nyáron, ha meleg van, a cipőbe leveszem, és kirakom zokniba a lábam az autópályán, hadszellőzőn, sokan szoktak nézni, főleg amikor telefonálok. Egyébként én is így megyek. A bal lábamat mentem így régen, igen. A bal lábamat nem, aztán vagy fölhúzom magam elé, ki nem szoktam rakni, az elég arcátlan, de magam mellé simán fölhúzom. Kefirtettem kiflivel kiskanállal, telefonáltam, és közben írtam a listát, amit vásárolni kellett, írja egy hallgató. Szépen. Ti belelátok a kocsimban? Kérdezi valaki. Sohasem szoktam ilyet tenni, de ma reggel oviba menet, a logopédia füzetből gyakoroltunk a gyerekkel, azért időnként az utat is néztem, nem csak a füzetet. Gabi küldte nekünk. Ha most belenéztek az autómba, akkor az derül neki, miért veszem fel a kolléganőt fél órával hamarabb. Csak otthon ne tudják. Aha. Meg. Jó ide szép. Jó ide szép SMS. Itt van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. Gabi vagyok. Szia. Gabi, na te mit csinálsz az autóban? Hát miután befejeztem a körömleszevést, most kezdtem sminkelni. Éppen. Hát milyen őszinteségre nevel ez a műsor, ugye? Hogy nem is értettem, hogy miért mondtátok, hogy a csajok azok szabálykövetőbbek, mert hogy ez így nálam abszolút rendszeres. És szerintem egyébként sokkal balesetveszélytelenebb, ha kajálok a kocsiba, mintha leesik a vércukrom, és akkor ebből lesz esetleg valami de rosszul. De gondolom, védekezés. Csak az, hogy a bíróság nem fogadja. Bíró úr, hát vezetett ön már leesett vércukorra. A körömlesztés egyébként hogy néz ki? Tehát megtámasztod a jobb kezedet a kormányon, és balra finoman reszeled, miközben a jobbal hát kormányzol? Így van, és aztán fordítva, igen. Aha. És akkor a ballal fogom a kormányt, vagy hát igen, tehát hogy a ballal megtámasztok, jobban reszelek, attól függ, melyik körmömet kell éppen. És a sminkelés kis tükörben, vagy a nagy tükörben, a visszapillantóban? A visszapillantó. Uh-huh. És az mennyi idő? De vannak olyan mozzanatai, amit csak álló helyzetben lehet elkövetni, tehát ugye azért nem egy teljes sport is minket tudok így feldobni, de alapvetően
meg azért. Ez egy kis szempillaspirál, egy kicsi ez, egy kicsi az. De kell is egyébként, ez az ápolt köröm, ez nagyon fontos, mert egy begyulladt köröm ágy eltereleti a figyelmedet a vezetésről, és újra beszél. Abszolút. Keresed a krémet a táskádban, elnézel, már megvan a baj. Hát inkább ápolt azokat. Elő szoktam készíteni a dolgokat, tehát hogy azt azért így elő szoktam készíteni, telefonálni kihangosítom, szoktam, az SMS az nyilván úgy nem megy át, úgyhogy az úgy már kicsit lehet, hogy nem szabálykövető, igen. De azért alapvetőleg ezek mennek, igen. Gabikám, hát jó sminkelést! Köszi azért szépen. Vezess óvatosan, körültekintően és minden körülmények között maximálisan tartsd be a szabályt. Befejeztem, igen. Nagyon jó. Húszig, Gabi. Óvatosan. További szép napot. Ciao, hello. Nehogy csini donor legyél. Így van. Itt van Melinda is. Hello, Melinda. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Mit csinál a férjed? Mert azt olvasom, hogy a férjed csinál valamit. Igen, ő a vezetés közben, ugye ő nagyon sokat utazik, 900 kilométerre dolgozik hazánktól, és pisilni szokott. De ez kis üvegben nem lehet. Hogy tetszik mondani? Ezt én is próbáltam. Hát ez úgy néz ki, hogy amikor én csomagolok neki reggel, vagy éppen amikor indul, akkor ilyen széles szájú üvegben szokott kapni kávét. Na jó. Visszahozza és újra hasznosítja. Igen. Alapozva arra, ugye, hogy majd ugyan valamikor üríteni is kell, majd megissza a kávét, és ebbe szokott pisilni. De ezért megállni pisilni, ezért ez 2 perc. Hát miért nem áll meg pisilni? Megállok pisilni, gyorsan megyek tovább. Nincs kedve megállni. És szokott olyat mondani, mint a Dumb és Dumberben Dab, hogy nem tudom abba hagyni, mert akkor nagyon csíp. Nem, egyszer, mikor utaztunk vele, akkor nem volt nálunk üveg, csak egy kis kávés pohár volt, és akkor sikerült is videóra venni ezt a jelenetet. Hát egyébként képzeljétek el, hogy megtelt a pohár. Hát egy kis kávés pohár persze megtelik, hát az pillanatok alatt megtelik. Gyorsan kijöntöd, hát, újra vissza. És akkor és 140-nel robogtunk, lehúzta az ablakot, majd kilódította, és újra teletöltött. Gyönyörű. Azt nem tudta, hogy a gyereknél is viszont le van húzva az ablak, a hátsó ülés, és a gyerek 6 hónaposan tudod. Jött egy ilyen az arcába a gyerek, meg nem értette. Valami bejött az ablakon. Húzd fel azt az ablakot, megmondtam. Azt a mindenit. Hát nem kis pályás a pályának. Nem próbáltad rábeszélni arra, hogy drágám, nagyon jó ez az üvegezés, meg így kávét, meg de állj meg, hát 2 perc, kicsit kinyújtózkodsz, kicsit elmacskásodtál, úgyis pisilsz egyet, aztán mész tovább. Nem lehet meggyőzni? Próbáltam. Van, amikor ugye a határon sokat kell várni, és annyira siet, hogy egyszerűen ő ezt a módszert választja inkább. De nagyon rutinos, lehúzza, Figyelj, nyilván egy idő után az ember belejön, tehát, hogy persze. Csemege uborkás üveg, kovászos uborkás üveg, mi az üveg? Éppen ami. Valami ételt vagy innivalót mindig kap olyan edénybe, amiben mehet. Tehát a te párod örül legjobban, elfogyott a barackolekvár. Ugye? Szerintem. Csomagolja, én sem látom, elfogyott a patincs ide apának azt az üveget, mert apának nagyon jó lesz. Most itt sokat. Nagyon jó. Nem már csak egy lépés, hogy bepelenkázz reggelenként. Kicsim, nagyon sietek, nem tudok megállni, dobd már föl ezt a pereket. Kicsire is, nagyra is. Melinda, hát csokoltatjuk az uradat. Azért álljon meg, ha lehet. Jó, puszi. Megpróbálom meggyőzni. Hello, ciao. Hello. Kamionos vagyok, laptopot nézek, telefonon beszélek, bal láb az ablakba és cigizem is közben, menet közben lefőzöm a kávét is, de láttam már durvábbat, István atya küldte nekünk. Teherautózom, tempomat be, minden elenged, 2 fogásos ebéd elfogyaszt, laptop, kormányra plusz feleségemmel beszélgetés. Az édes életben láttam először pár éve, és ájultam, hogy a szereplők az autóban mit művelnek. Családok is, ezek jönnek az emberrel szembe, van mit szigorítani. Egyetértünk? Így van. Ezt mondjuk a már. Téma indító. 8 óta. Nagyon őszinte SMS, good morning fiúk, éppen fogatmosok egy hosszú combú szőkének menet közben, de hamarosan félre kell állnunk, mert dudálás közben nem szeretek vezetni. Nagyon korrekt. Azért, mert ne dudáljon, vagy vezessen, vagy nyomja a dudát, ugye? Megcsinálom az autókat a szendvicsbe, megcsinálom a szendvicseket az autóba a munkába menet. 35 euró volt a bünti, mert kentem a vajat a szendvicsbe, a rendőr lelassított mellettem, majd kivitt, egy kamionos vagyok egyébként, írtam az SMS, de most már félreálltam. Uh-huh. Azért mi rendőrautó átnéz, és akkor mi most kenni a szendvicset, ez nagy pillanat, nem? Azt mondja, hogy napi 400 kilométert vezetek, sorozatokat és filmeket nézek a telefonon, az autó hifiére kihangosítva, tiszta mozi élmény. Feliratos filmet nem nézek, a biztonság kedvéért. Ha persze, ott olvastam. Béci küldte nekünk. Az, hogy vezetés közben laptop jobb ülésen, e-mail olvasás, SMS írás közben evés, kihangosítóval telefonálás közben jegyzetelés és árajánlat adás. Ez megy egész nap.
téjé küldte nekünk. Futár vagyok ételhordóból, menet közben kanállal, villával leszem, térdel korbányozva, simán előzők, autópályán még az olvasás is megy, Zsírci küldte nekünk Majos házáról, nem tanácsoljuk ezt senkinek, természetesen. Indonéziában a buszsofőr két pénzérmével borotválkozott vezetés közben. Két pénzérmével. Szivargyűjtős borotvátok nem volt soha? Nem. Nem volt soha, hogy begyűjtő szivargyűjtőre is borotválkozol? És ott a saját szőrödbe ülsz. Viszont vagy... megsporolsz fel 5 percet, mert közben szivargyűjtőről beüzemeled a borotvát, és tudsz vele borotválkozni, igen. Ne rögtessetek, én is pont egy hallgató vezeték közben, mert a villanyborotván beleesik az ölembe a kávéba. Ami meg kilocsan a kormányra terített újságra. Jó, de nyilván már a humor kategória sok smiley ellen jött. Azt mondja, hogy én volt, hogy hétvégén rohantam zenéni egy buliba, és vezetés közben borotválkoztam az anyósülésen, laptopon CD-t írtam, egy picit késésben voltam, ezt Norvi küldte nekünk. Na, hát látva ezeket az SMS-eket, azt hiszem, hogy jót fog tenni a szabályozás. Egyértelmű, természetesen ezeket az SMS-eket elrettentés céljából és gyónás céljából olvastuk be. Őszinteségre nevelés céljából. És hogy mit ne csináljanak a fiatalok. Így van, mindenki tanuljon ezekből az SMS-ekből, és ne kövesse ezeket a hibákat. Igen. Ez a Csúri is picit erős volt, így a valaki az SMS-et. Csúri? A Csúri is, igen, Melinda történetére. De ez milyen, amikor tényleg egy ideig próbálod lebeszélni a férjedet, hogy beletörődsz, és gyűjted a barack befőttes üvegeket. Aha, ugye, tehát rájössz, hogy 60 évesen már nem biztos, hogy meg tudom változtatni. Vagy ezt megöttük a kabrióval. Tényleg, téged még soha nem vert torba, itt semmi? Nem volt. Melindáig mögött mennél, azért az csúnya lenne. Nézd már, csávó. Képzeld el, egy Feri vezetési egyszer, egy kis szárnyas betét. Vagy egy pelus. Melindáig pelenkáj. Megérkezik az arcodba. Na, drága hallgatók, aki szeretne álmosugrást ugrani, játszani, azt figyeljem. Jó, mutatjuk, hogy mi a beugró. Ez a beugró a hármasugráshoz. Ultra kemények vagyunk. Mutatom még egyszer. Jó, azért ebből egy-kettő felismerhető. Egy-kettő felismerhető. Most koncentráltam, kettő meg volt. Kettő, igen. 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 Na, mit hallottunk tehát? Ez a kérdés. Jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, amit szimpatikusabb, vagy amit tudtok, amit elcsíptetek, küldjetek el nekünk, ha játszanátok. SMS számunk 0-670-600-000, jövünk Ákos híre után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Egy jó kis YouTube után, hát pici melankolikus dal volt, de legalább YouTube volt, így van, így van. Jó ez a Lagzi Lajcsi számírja. Valaki jó, az a Berecki, jönnek ugye a szokásos kis megfejtések. Igen. Na, nézzük a közlekedési híreket. Az M0-áson a 15. kerület hatóság mente. Szélvédős küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy fixre raktak egy ilyen M-multipókot az Alkotás út 41 számhoz az esőtetőre. Azt szerintem az ott nem trafi, erről beszéltünk, oda kiraktak valamit az Alkotás úton, egy trafi áll egy tetőn, de vagy ott szerelik, vagy ott, tehát ott az nem trafi, ezt hiszem. Emlékeztek egyszer? Beszéltünk erről. Igen. De igen. Az, hogy a rendőrkapitányságnak van ott valami irodája. Igen, igen, de csak az egy ilyen kvázi a reklám. Vagy igen, nem tudom, én is úgy emlékszem, hogy ez nem trafi. Persze, te csak jelzik, hogy ott van az otthona, a trafik otthona, tudod. Így van, én azt hiszem, hogy tehát, ott hogy nem ez... mérnek, de ezért ennek ellenére érdemes. Trafi in the house. Igen, trafi in the house. KPM ellenőrzés van az M0-áson a Szigetszentmiklósi kihajtónál Szeged irányában, valamint Nemesvámoson a Malom utcában a temető mellett trafiznak fehér Fordból. Tiszavasvár és Polgár között a gomolyás barkasz mögé elbújtak a paxos csávok, de én kiszúrtam őket, vigyázzatok, Vegykó küldte nekünk. Gomolyás barkasz, nagyon jó. Trafi az Andrássy és a Bajza utca sarkán, úgyhogy ott is figyelj mindenki. M5-ös Pest felé 44-es Kavics környékén beállt, kb. 5 kilométeres a sor. Igen, mondjuk azoknak, akik esetleg tegnap nem hallottak bennünket, ott útfelújítás van, és nagyon leszűkítik a sávokat talán egy sávra, és hát emiatt lassú a forgalom, úgyhogy Dabas környékén lehet kerülni.
Ezt nézem, nagyjából ennyi van. Nincs más. Elkezdtem egy picit skiccelgetni egy ilyen gütyülgenges sztorit, és arra gondoltam, hogy mondjátok már, jó az irány, vagy ilyesmi. Annyira tetszett, amit tegnap toltak. Igen, annyira tetszett, amit tegnap toltak a srácok, hogy ez ekkora siker, meg ennyien megnézik, basszus, nekünk is kell valami hasonlót csinálni. Tehát arra gondolsz, hogy legyünk mi az új gütyülgeng, és csináljuk valami hasonlót? Igen, nem lesz egyszerű, mert azért, ők azért nagyon magasra rakták a mércét. Tehát, hogy azért abba az irányba el lehet menni, de addig feljutni a csúcsra. Én kedvelem őket egyébként. Minél többször meghallgattam ezt a szám, ezt a számot. Annál jobban kérdezett, engem szórakoztat. Én bírom, amikor valaki 14-16 évesen azt érzi, hogy ő a legkeményebb és ő a legvagányabb. Erről ugye tegnap beszéltünk. 80-15 szállnak és csinálnak egy rap zenekar. És ráadásul egymást erősítik, mert mégiscsak egy gengről van szó. Igen. Csak a tesó, jön a WC, a Józsi, a Gabi. És így beszossz a coincé, előkerül a boxer zsebemből, amivel ki szoktam menni a játszótér. Igen, és mi a játszótér a boxerra. Ott arra nagyon nagy szükség van. Szóval én ezt bírom. Na, és mit írtál? Na, tehát úgy van, hogy le vannak hozzá a különböző szerepkörök, természetesen gütyülgengesen a szövegben. Ez még csak egy kis skic, egy kis vázlat, még nem tudom, hogy jó-e az irány. Úgy kezdődöm, természetesen Balázs felvezet a szöveget, aztán átadja Ferinek, aztán megint Balázs, utána egy picit én, utána megint Balázs, és akkor körülbelül így zárod le a szöveg. Keresek rám a beatbox alapot? Az jó, de nekem az is jó, hogyha a team beatboxoltok alá egy kicsit. Nem vagyok olyan, mint az az ember, akinek ez nem rossz egyébként. Akinek a nevében a Gázsdia is benne van. Emilio. Emilio. Az az előadó művész, akinek a nevében a Gázsdia is benne van. Emilio. Szóval van beatboxos alapom, ha akarsz alátenni egy kicsit. Mindig van nála egy beatboxos alap. Lehet, na, mi az? Megvan? Apja lánya együtt beatboxol. Figyelj. Azt gondolták, hogy ők jobban lesznek ketten. Apa lánya. És ki a lánya? Na, innentől jó. Ez egy pasi, ott mellett a lánya, két amerikai. Jó. Jó, megpróbálom ezt, jó. Várjál, újraindítom neked. Nem gyors? Nem, jó ez. Mondjuk ide elkavarod. Igen, de itt majd emlék az erdőre természetesen. Várjuk már meg, hogy a lányát veszi. Jó? Hát arra jobban lehet. Figyelj, papa ránéz a lányra. Lány hangol. Oké. Okay. Oh, mondjuk a rohadt jó. Igen, majd is már szóló. Jó, a kislány még mindig elképesztő. Erre nem tudunk, Jani, erre nem tudjuk. Az eleje nagyon jó volt, az eleje az jó volt, a papa jó volt. Hergeli a papát, és nézzük, ezen ránéz a paterjára néha. Picit így vagyok. De miért nem csinálok a lányokkal? Figyelj, nem mond, nem mond, nem lesz jó náluk egy ünnep, vagy bármi. A papa erre válaszol, várj, és erre lehet, hogy rá tudod majd nyomni, figyelni, nézzük meg. Ez nekünk gyors. Gyors. Az eleje nagyon frakó. Papa? Ők így kommunikálnak. Azért. Azért itt egy névna születésnap. Na, figyelj, nem torkolik unalomba. Állják, akkor keresek egy másik. És szerintem egyébként a rokoni társaság, vagy a rokoni kör is ugyanilyen lehet, meg a barátok is összejönnek, és ezt a tizen tolják. Zseniálisak. Na figyelj, elindítom az elejét még egyszer, rá tudod tolni, tessék. Te szöveged lesz egyébként. Na mit írtál? Tessék. Erre soha nem tudod. Gyerünk. Én vagyok a Bas, ez meg itt a banda. Emit van a zapraja, amat meg a nagyja. Ez a Top Gun Gallery, ugye vágott a show. Mi vagyunk a kaviár, mindenki más lecsó. És ha nem így gondolod, húzzál el a vérbe. Muteromat haszidot, küldelek a jégre. Szóval ez a Morning Show, és ez itt a Feri. Az, aki a sült karajt párosával nyeli. Régebben még züllöttem, bulláztam meg ittam. Új kigyorsi gyerek vagyok, gyárilag jól bírtam. De újabban más vagyok, fogyozok és futok. A számba meg cigi helyett zapszeletet tolok. Most viszont
viszont eldugulok, lökjön dumát más is, nem futtatom magamat, nehogy nagyot ásíts, Balázs. Ő meg itt a Jani gyerek, Lőrinc City réme, ne húzz vele ujjacsíra, mondd inkább, hogy béke. Nem vagyok egy DiCaprio, egyszerűen élek, top modellt azt taperolnék, de Oscart nem kérek. Legyen süti, vár a késcsöcs, meg egy havi bérlet, elég, ha csak ennyit kapok, meg is van a lényeg. Balázs, mi vagyunk a Morning Show, mindenki más csicska, ha bocsit emlegeted, kinyílik a bicska. Ha én mondom, hidd el, tesó, ne szajkozzam kétszer, ez bizony egy penge csapat, üsít, mint a lézer. Egyszerre tapsz, egyszerre beatbox. Tehát tényleg, Gütyül Gengeszünk, hazamentél is írtál egy ilyet? Azt mondod, nehogy már 16 évesek lenyomjanak. Most tényleg, hogy milyen világ lesz. Ezt meg kellett csinálni rendesen. Csinál rendes alappal, nyomjuk fel, fordított baseball satyó. Még nálam rosszabb, csak a geszti reppel. Tehát, hogy... Akkor már meg vagyunk. De hallottatok már, valakit bírószú repelni, az én vagyok. Tehát, hogy azzal óvatosan. Hát, ez. Szeretem. Ez. A fiatalos kihívás, amikor reagálnak rá. Reagálnak rá az öregek, mi, hogy nehogy már egy 14 éves gütyülgen legyen már bennünket. Is. Értem. Mennyi idő alatt írsz meg egy ilyet egyébként? Hát viszonylag gyorsan. Gyorsan meg voltam? Igen. És ez itt a Feli, az, aki a sülka rajt párosában nyer. Jó vagy egyébként. Na jó van, oké. Okay. Ezt majd lehet, hogy megcsináljuk, nem? Egy rendes dal van. Pedig megkérjük, fölmondjuk, és akkor lesz egy abban a Hunadal mellett lesz egy rap dalunk is. Ez is zseniális volt egyébként, ez a beatbox alatta. Ja, figyelj, közben kislány megint válaszol, tehát várj, hogy közben itt ölik egymást. Tehát ez még megy közben. Kislány. Nem áll. Kislány. Benne van, hogy a lemez visszagyorsul a hangjában. Figyelj őket, fölrakik a Facebookra. Óriás. Kislány már fölállt. Round two, no more. Round two, one. Itt a vége. Jézusom. Erre már nehezebben tudtuk volna ezt elnyomni. De ha erre már semmi. Jani repéd, igen. Papa és lánya leült egy kicsit játszadozni. Egy függöny előtt ők beatbox szólnak. Jó, szerezünk rá egy beatbox alapot, és akkor megcsináljuk rendes dalként. Simán. Jó? Simán. Még egy picit beleírogatok itt, hogy egy kicsit hosszabb legyen. Jó, lehet írhatni. Ízét keresünk egy énekesnőt, valami ízét, egy refrényit elénekelne, egy dögös hang. És igen. Akkor mi a reppet egy meg föl? Azt írják, hogy ez a szöveg alapért kiállt. Tehát ez alá tenni kell. Alapért kiállt, igen. Csúcs volt, Jani, igen. Szia, Jani, kösünk szerződést, fásjál. Igen. Zseniális volt, Jani. Félre kellett állom, sírtam elő. 50 fillér. Kérjük a Facebookra teljes szöveget. Kirakjuk természetesen a teljes szöveget Eurovízióra Jani dalát azonnal. Keresetek valakit, aki frankó megcsinálja, nagyon jó lett, amit Jani írt. Szuper vagy. Fiúk, ez a Gütyülgenges, micsoda az Ács, Városi Fiatalok himnusza, amúgy Gütyül a városi része. Így van, tudjuk, abszolút. Tudjuk. Köszi, Jani, Isten vagy. Ez az új Eminem. Váltszakmát, ezt te írtad? Igen, ezt Jani írta, már tegnap így belemutogatott egy-két részbe. Igen, de még haza, mert nem lőtt el tegnap, még csiszolt rajta egy kicsit. Csiszolt rajta. Figyelj, nagyon-nagyon, mondom, egy jó kis dögös ének, ebből ez most még nagyobb sláger lesz, mint a Hunadal. És az elejét ezt nem is mondtam, mert az a legjobb fonetikusan leíró ez, hogy come on, let's go. Yeah, let's go. Jó, azt viszont nem viccből írtad, hanem így tudod leírni. Abban, ott még komolyan vettem. A szövegkönyvet nem ő fogja írni. Igen, tehát azért az a része az nem humor volt. Az a része az így jött ki. Na, oké. Köszönjük szépen, akkor ezt lehet. Akkor megcsináljuk, tényleg. Egy picit más témával megyünk tovább, már ne kaptok nyerítést. Picit komolyabb, de talán 5 percig beszéltünk róla. Egy nagyon érdekes kísérletet láttam tegnap az interneten videó formájában, és elgondolkodtatott, hogy tulajdonképpen milyen rossz beidegződések alapján éljük az életünket. Ugyanis volt egy társadalmi kísérlet, nem tudom, hogy láttátok-e. Ez egy közös akciója volt egy alapítványnak, és egy másik alapítványnak talán.
arra kerestik a választ, hogy mennyire előítéletesek a járókelők egy hajléktalannal szemben. És ugye hát, ha ezt kimondjuk, akkor mindenki gondol valamit, vagy ad pénzt, vagy nem ad, vagy elfordul, vagy megpróbál segíteni. A kísérlet abból a szempontból volt érdekes, hogy azt nézték, hogy mi van akkor, egy hajléktalan nem pénzt kér, hanem pénzt osztogat. Óriási csavar. Óriási csavar. Ugye? Nagyon egyszerű ötlet, de mégis zseniális az ötlet. Ugyanis azt próbálták megnézni, hogy odalép hozzád valaki, megvárod egyáltalán, amíg végigmondja, nem mondja, elfogadod-e tőle a pénzt, vagy nem fogadod el. És a kísérletnek a fertőzött pénzt nevet adták. És leállítottak egy hajléktalant, aki egyébként nem is a történet főszereplője egy Szilárd nevezető hajléktalan, aki egyébként szakállas, baseballsapkás, flanelinges, de nem az a klasszikus hajléktalan, akit most az ember a szem elé képzel, aha, hogy be van dagadva a szeme, eres, fázik, nagy az óra, koszos, és elfordult tőle, ápolatlan. Egy szakállas, flanelinges, baseballsapkás fazon ment, kezében 500 forintossal. 20 darab 500-asa volt, és az volt a feladata, hogy ossza szét a járókelő között. És hát egészen megdöbbentő a dolog, mert van egy videó is, amit érdemes megnézni. Látható az 500 forint az ő kezében, de nem mondja azt, hogy én 500 forintot szeretnék neked adni, tehát jól van kitalálva, ugye nem jelzi előre, hogy mit szeretne, csak azt mondja, hogy elfogadsz-e tőlem valamit, és nyújtja az 500 forintot. Aha. Ugye ebben már ugye benne van, hogy meg kell nézned, hogy mit ad. Nem hangzik el az 500 forint, tehát veszed el a fáradtságot, hogy legalább megnézd, hogy ő mit nyújt feléd, vagy mit ad neked. És hát egészen elképesztő az eredmény, ami kijött, mert hogy a járókelők nagy része meg se állt, szóra sem értatta, meg se nézte, hogy mit akar adni, végig se hallgatta, hanem rezenéstelen arccal ment tovább. Megkockáztatom egyébként, hogy nem is kellett volna álceznie magát mondjuk így hajléktalanak, vagy ilyen hajléktalan formának. Ha az utcán valaki ez odalépsz, és jól szituáltad, és jól öltözött, még akkor sem. Tehát oda mész, hogy jó napot kívánok, elnézni, szeretnék adni önnek egy ez. Így meg se várja a végét. Igen. Ugye ebben több minden benne lehet, nyilván az is, hogy gyanús, hogy a mai világban valaki pénzt akar adni, hogy akár jól öltözött, akár nem tudjuk, hogy mit akar. De ugye itt a lényeg az volt, hogy nyújtja az 500 forintot, és nem mondja el, csak hogy elfogadsz-e tőlem valamit. És ugyanaz a reflex lépett életbe a legtöbb embernél, mint amikor tőled kér egy hajléktalan pénzt, hogy elfordulsz, hogy nem segítesz, nem hallgatod meg. De ebben mert egyszerűen az van, hogy annyira összenőtt a hajléktalan képe az agyunkban azzal, hogy kérni fog, nem, hogy már nem, azért nem. Az önzetlenség, tehát hogy annyira nem vagy hozzászokva, hogy valaki oda megy hozzád, és csak úgy idegenként önzetlenül ad neked valamit, de biztos, hogy vár érted. Biztos, hogy vár érted. De vár érte valamit cserébe. De ők odáig nem jutottak el. Tehát a teszt alanyai nem a hajléktalan, hanem akikhez odalépett, odaig el se jutottak, hogy ő adni akar. Érted? Tehát én az esélyt sem adja meg, igen, hogy elmond, amit igen, akarsz. Hogy annyira összefortak a hajléktalan képe azzal, hogy úristen, biztos akar valamit, kérni fog. Egy nem öt találatos lottószelvényt se tudná ráshozni senkire. Igen, akarom bejátszani a videót, hát azért látni kell, hogy szervusztok, Szilárd mi történik. A fertőzött pénz az egy kísérlet, amelyben azt fogjuk megvizsgálni, hogyha egy hajléktalan szeretne nektek adni pénzt, hogyan viszonyultok hozzá, amikor nem kér, hanem ad. Szia! Szeretnék neked adni valamit. Lehet, hogy szeretnék neked adni szia valamit. Uram, és menne kell mellette. Uram, tisztelet. Elfogadnám. És ne nyújtja az 500-as. Fiatalul, adnék neked. Senki nem áll meg. Csókolom. Egy újabb néni. Tiszta szívből. Fiatalul, elfogadnád? Megtisztelnél. És meg nem állnak meg az emberek. Senki nem áll meg. Nyújtja ugye, hogy elfogadná tiszteletet, tehát érdekes a dolog, aztán valaki megállít, mutatják a beszélgetést, elfogadná tiszteletet, nyújtja az ő nem mondja ki, hogy 500 forintot, nem rágja a szádba, de ugye a kísérlet arról is, hogy hát megnézed-e? Vagy fölfogod-e, hogy valaki ad neked, vagy szórólaposnak gondolod, hogy elfordulsz. És az emberek nagy többsége az még csak egy pillanatra meg se áll. És pedig jól nem? Látható az a pénz, tehát hogy még az sincs, hogy vajon mit akar, mert úgy tartja két ujjával, hogy így kilóg a 3-4 centire az 500-as. Tehát látod, hogy mit akar. És nagyon kulturáltan, nagyon intelligensen. Igen, igen. Megszólít, tehát uram, hölgyem. Ez miről szól a pénz nem elfogadásáról, hogy gyanús az, hogy valaki, tehát hogy lehet, hogy ez a kísérlet talán összemosta azt, hogy elfogadok egy idegen embertől pénzt? Szerintem, hogyha
bármi lenne a kezébe, se állnának. Nem fogad, tehát nem biztos, hogy a pénztől való félelem, vagy egyszerűen az, hogy gyanús, hogy nekem valaki idegen pénzt akar adni, miért akarna, ilyen nincs. Itt biztos valami átvágás van. Tehát ebben azért ez is benne lehet. Nem feltétlenül csak mondjuk a hajléktalanoktól való félelem, nem? Ez egy nem életszerű, hogy valaki pénzt ad. Szerintem ez egyfajta bezárkózás, az emberek bezárkózása. Tehát, hogy egy picit itt vissza lehetne kanyarodni Wonderboynak a sztoriára, aki benn volt itt nálunk is, azt mondta, hogy vannak olyan nációk, akik így inkább távolságot tartanak, akik nem segítenek, akik inkább nem keverednek bele semmibe, és mi is egy picit ilyenek vagyunk. Igen, de ez több mindenről szól. Szerintem maga a közöny azért az egész egyszerűen elképesztő, megdöbbentő. Ugyanakkor kérdés, hogy ebben a közönyben benne van-e az a fajta félelem, hogy egyszerűen nem merek megállni. Átvágtak már sokszor, lehúztak, lerántottak, félek tőle, nem merem, nem akarom, inkább jobb ne senkivel nem beszélgetést kezdeményezni. Érted? Tehát, hogy ennek azért mélyebb rétegei is vannak, hogy lehet, hogy ezt Amerikába csinálja, oda megy, megáll, dumál veled, hogy vagy, kettő percen a fényképeket mutogat, nem tudom. De hogy közben már mi eljutottunk oda, vagy bele lehet-e magyarázni egy ilyen kísérletbe, hogy egyszerűen annyira tényleg be vagy zárkózva, és annyira, jaj, senki ne szóljon hozzá, biztos rosszat akar, félnem kell, nem tudom, olyan világot akar, valamit is jobb nem beszélgetni, inkább menjünk tovább, abból nem lehet baj. Igen, nem? Kellett volna csinálni a dolog. Mellette párhuzamosan egy olyat, hogy mondjuk egy jól lenyírt hajú, megborotvált, öltönyös férfi csinálja ugyanezt, akkor mennyien állnak meg. Tehát kellett volna mellé párhuzamot állítani, tudod? Mert itt most az alapvetés, hogy ő egy hajléktalan. Hogy kellett volna csinálni egy öltönyös, megborotvált, jó kinéző férfi, ugyanezt megcsinálja, neki hányan állnak meg. Igen, hogy kellett, akkor hányan állnak meg. Kontrollt kellett volna csinálni, egy olyan kontrollt mondjuk, amikor nem pénzt ad, hanem valami mást próbál odaadni neked, és akkor talán előrébb lennénk a dologgal, de minden esetre megdöbbentő tényleg. Ennyire nem siethet 20 ember, vagy nem tudom hányan csinálták meg. Igen. Igen, meg hát minden lámpánál kéregetnek, akarnak valamit, jönnek, szórólapoznak, tehát valóban az ember már egy kicsit úgy él, hogy jaj, hagyjuk csak már úgy el A-ból B-be, hogy ne kelljen, nem? Hát ez a piros lámpás odaáll, ez is egy baromi nyomasztó dolog. Tehát egyrészt azt gondolod, hogy nem feltétlenül a te felelősséged ezt megoldani, és valakinek meg kellene, aztán adsz, néha nem adsz, felhúzod az ablakot, ha megállnéz, te félrenézel, adsz neki, de közben nem adnál. Tehát tök hülye helyzet, nem? Csak eszedbe jut, hogy neki adom, tényleg neki megy-e, vagy valakinek le kell adni nap végén, vagy nem kell leadni. Tehát olyan baromi nehéz, hogy az ember. Én megértem azért ezt a fajta reakciót. Én adni szoktam, hogy felmérem, egyébként az illetőt is úgy döntöm el, hogy adok, vagy nem adok. Igen. Van egy például a nagykörösíti felüljáró, ami a határút fölött megy el, ott szokott mindig állni, amikor jövünk ki, ott van a közelben egy járóházat, szoktunk vásárolni, és amikor jövünk vissza, akkor, hogy rákanyarodjunk a nagykörösír, akkor ez a felüljáró alatt jövünk ki, és ott szokott mindig rendszeresen lenni egy úr, és például nagyon szimpatikus, és nagyon intelligensen megköszöni, szép napot kíván, stb., és úgy szívesen adsz neki. És hát ugye parkolás, meg mit tudom én milyen dolgok miatt mindig van ott valami kis apró. Igen. De igen, nem csak mindenkinek. Csak Feri öltönyös részére azt mondom, hogy ez nem lehet öltönyös, mert ugye ennek a lényege az, hogy tehát, hogy maga a pénz, az ugye fertőzött. Tehát ez nem adhatom oda öltönybe, mert itt maga a kísérlet szól arról, hogy ez ugye fertőzött. Igen, tehát ezt egy hajléktalan adja. Értem, mit mondasz, de hogy ugye a kísérlet maga az, hogy a hajléktalannal szemben van előítélete. Na de akkor már van mihez viszonyítani, most nem tudjuk, hogy egyébként a pénztől való félelem, vagy az embertől való félelem. Igen, vagy maga az, hogy a pénzadás, érted, hogy kiad neked ma csak úgy 500 fontot senki, hogyha ugyanezt csinál egy öltöny, és akkor van egy ilyen kontroll csoportunk, amihez tudunk viszonyítani, de értelek. Igen, az, hogy nem derül ki egyértelműen, közben azt mondod, hogy nyilván arra voltak kíváncsiak, hogy a pasitól adott pénz, mivel hajléktalan, valószínű fertőzött-e, koszos fertőzött, elveszem-e, ugye? Tulajdonképpen, vagy ha nekem egy olyan ember ad, és erre is a kontrollcsoport, aki öltönyös és nem fertőzött, bátrabban veszem el, mint egy hajléktalantól, aki koszos, megfogta, és mondjuk félek a pénztől. És érdekes kísérlet. Egyébként egy tök egyszerű ötlet, nem? Hogy fordítottak rajta egyet, és hát a dolog az működött. Sokat megtudunk magunkról. Igen. Hogy vettek ezekkel a kéregetőkkel? Hát nehéz, nekem is az van, amit a Jani mond, hogy van egy-két kedvenc. És pont azért, mert már úgy kedvenc, hogy akire így a lelkiismeretet kicsit könnyítesz, de lehet, hogy ő nem tudod, hogy a maffiának dolgozik, mert van, létezik, bárki mondja, hogy nincs. Igen, ja, hogy létezik, persze, vannak elgök, akkor oda minek segíts, akkor próbálj meg másként segíteni alapítványon keresztül, akkor ott mi a hely. Tehát, engem nagyon felidegesített egy két héttel ezelőtt egy, és picit így el is gondolkodtam magamon, hogy ez most jó, nem jó, meg hogy szégyeljem-e magam, vagy sem, annyira felidegesített, hogy majdnem elküldtem. A hajléktalan kopogott be az ablakon? Igen, nem, konkrétan az történt, hogy
ugye voltunk az állatvédelmi tüntetésen, és akkor ott kiszúrt minket, oda jött, és akkor jött a tömeg mellett, többször megpróbálkozott, és pont előtte adtunk egyébként egy hajléktalannak, és akkor így mondtam, hogy nem, köszönjük szépen. És nagyon erőszakos volt, nagyon ránk nyomó, odáig ment például, hogy a Moninak a nyakában volt egy sál, és mondta, hogy na, és ezt a sálat hazaviszik, az nekem jó meleg lenne itt az utcán, ezt nem adod oda? Aha. És nagyon sok persze. volt, és elővettem a pénztárcámat, és a vége az lett, hogy nem volt, nem képzeljétek el, apró, hanem csak egy ezres volt bent. És nagyon jött, és nagyon mondta, és akkor most így az állatokért tüntetek, és akkor de mi van a gyerekekkel, és akkor mi is itt vagyunk az utcán, és akkor figyelj, de nekem mindegy, tudok visszaadni. És ilyen nagyon erőszakos, nagyon azért, hogy szabaduljál, volt. Igen. Az ember azért adja, hogy szabaduljon. Tehát jó, a könnyebb utat válaszol, mint egy konfrontáló. Szörnyű volt. És mondom, van az a típus viszont, akinek pedig minden további nélkül is nagyon szívesen, mert nagyon kulturált, intelligens, és megköszöni, és jó fej. Tehát látszik is rajta, megmondom, már van is egy ilyen tapasztalat, hogy. Igen, ez nagyon érdekes az a kísérlet, igen, több szempontból, hogy sok mindenről szó, ugye nyilván közön, amiről beszéltünk, arra is, hogy mert tényleg A-ból B-be átjutsz, annyian kérnek tőled, hogy egyszerűen már átmentél egy totális közönybe. Nem? Ja. Tehát mire én hazaérek, egyébként négyszer állítanak meg tényleg. Van egy a lágymányos itt ezen oldalán, a másik oldalán szokott állni a lámpánál, ott kiebb szoktak állni a hatos út mentén, tehát 3-4 ember odajön. Már csak hozzászoksz, ja. Nem? És tehát egyszerűen nézel, már az a reflex, hogy nem nézel oda, és tovább mész. Ez a közöny azért közben pedig ugye elképesztően durva, de hogy felvértezed magad, hogy nem mindig húzod le az ablakot, és mész tovább. Igen, érdekes kísérlet, elgondolkodik rajta az ember, hogy milyen mélységei vannak. Megyünk tovább, egy picit vinámabb témával játszunk. Néhány hallgatónak talán sikerült megfejteni? Nem volt könnyű, megfejtették néhány, úgyhogy valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Halló, hello! Mónika? Hello, Mónika vagyok, igen. Mónika, honnan hívtál minket? Csopakról, mit csinálsz arra felé? Dolgozom. Azt én gondolom. Azért ott volt pár dobot szopni. Hát egy időre vagyok, étkezdevezető vagy, de milyen érdes a nevetésed, szeretjük, ha valaki egy ilyen karcos a hangjam. Egy kis csókkal keres a pizza. Dohányzol? Igen. Na, azt hallom. Az. Egy tüdőszűrésre azért lehet, hogy érdemes lenne befogadni. Most kell, majd menjek alapból. Komolyan? Alaptüdőszűrés? Igen. És ki van ilyenkor egy csopa kiüdülőbe? Hát még csak március van. Hát, de most már kezdő, úgy készülünk aztán a nyitásra. Nincs más választásatok, korábban kezditek a szezon, mi? Előszezon. Hát igen. Előszezon, utolszezon, meg a főszezon. Igen. De jó a hangulat nálatok, azt hallom. Nagyon. De van egy kis reggeli kontyalávaló? Vagy igen, valami segítség? Volt valami? Még nem volt. Még nem. Az 11 körül szoktunk van egy az első bevenni. Délután bevertek majd valami. Na, és akkor hányan vagytok most ott körülbelül, akik segítenek? 8-an. Jézus, hát jó. Hát akkor mennie kell. És mi lesz a mai menü? Mit csináltok? Hát most egyelőre még gelebjézünk, meg ilyesmiket csinálunk. Abból főztök utána? Ez nem hangzik. Igen. Nézzük a tarhonyát szétgúrt. Majd nézzük mindenet össze a gelebi, aztán abból főzünk valamit. Igen. Na figyelj, nem Móni, menjünk? Menjünk. Így szól az első kérdés. Melyik népszerű pop trió tagja volt Lajtai Kati? Krisztály. Így van. Krisztály. Így van. Menjünk tovább? Igen. Melyik sportág nemzetközi szövetsége a FIBA? FIBA. Így szól a második kérdés. Labdarúgás. Nem. Ne kapkodjatok. FIBA. Direkt többször elmondtam. Nem FIFA. FIBA. 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 Nem FIBA. Ba. Még egyszer mondja, Dékszösen, nem értem. Mit? A kérdés. Ja, a kérdés. Melyik sportág? De hát már nem, mert lejárt az idő, vagy már rosszat mondatok. De azt hallották szerint. FIBA. Kiba? Kipa? Nem, a kipa más. Kima? Nem tudjuk. FIBA. Kosárlabda. Kosárlabda. Hát akkor... Így jártunk. Aha, mert nagyon gyorsan rávágtad, tehát hogyha nem hallottátok volna, akkor miért nem mondjátok azt, hogy még egyszer létszik, mert nem hallottuk. Igen, gyorsan el is mondtam még egyszer, nehogy félreértés legyen, hogy FIBA, megpróbáltam így kiemelni. FIBA. Aha, meg pipát értettünk azért. Azt az sem lesz. Pipát? Pipa.
Jaj, de kár. Na mindegy, hát ez van. Mónika. Majd legközelebb. Jó, de örülünk nagyon, hogy hallottuk a hangodat. Én is örülök neki. Csókoltatunk, Mónika. Puszi. Sziasztok. Hello. Hello. Nagyváratéren van egy baleset, most kezdik a helyszínen, és nagy a dugó minden irányból, úgyhogy kerüljetek. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Most jövünk. 3:10 lesz pontosan. 6 percről egy-két SMS még ugye a témánkhoz, amiről beszélgetünk itt 9 óra után. Egy társadalmi kísérletről, aminek fertőzött pénz volt a neve, hajléktalan osztogatott pénzt Budapesten, és azt nézték, hogy hányan állnak meg. Próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az oka annak a hát nagymértékű elutasításnak, amivel szembesülnie kellett ugye ennek a hajléktalannak. Nagyon tanulságos a videó, egyébként érdemes megnézni. Ismerem, Szilárdot írja valaki, ő egyébként egy nagyon jó szívű ember, annak ellenére nincs semmi, ez szomorú, hogy senki még csak rá sem nézett. Andi vagyok, én egy olyan videót láttam, ahol egy vakember egy ötös találatos lottószalonit olvastatott másokkal. A jól szituált ember például öltönyben azt mondta, hogy nem nyert, és felajánlott, hogy kidobja valahol, volt, aki elfutott vele. Az egyszerű ember pedig gratulált és együtt örült vak férfival. Ne csodálkozzatok, írja egy másik hallgató, egy aluljárón, végállomáson nem tudsz úgy átmenni, hogy ne állítsanak minimum ötször valamilyen indokkal, sokszor osztogatnak fénymásról pénzt reklám céljából, plusz ha látod is, hogy mi van a kezében, kellenek fertőzések a pénz mellé. Hát ugye erről szólt ez a dolog, hogy fertőzött pénz. Ez is volt a címe. Ajándék mozi egyet szerettem volna adni a pénztárnál, mert maradt 4 darab a lejáratig, és nem tudtam odaadni senkinek. Visszautasították. Egyszerűen bizalmatlanok az emberek. És érdekes, pedig nem kell semmit tennem. Bevállalom, én sem állnék meg, mert sajnos nagyon sok tapasztalatom rossz, agresszívabb, káromkodnak, halsz nekik, keveslik is. Tisztelet a kivételnek, sajnos ez az én tapasztalatom, ezért nem álltam volna meg, akármennyire is szomorú is. Ajándékboltunk van, és egyszer vásárlási utalványt osztogattam egy parkolóba. Volt, aki beült a kocsiba úgy, hogy meg sem hallgatott. Írja nekünk valaki. Hát igen, szóval ezek a hozzászólások, hogy valahol szomorú, de ugyanakkor talán érthető is. Nem? Igen. Az a fajta közöny az nyilván soha nem érthető, és az mindig nagyon szomorú, amivel az emberek már úgy lépnek át, akár egy elájult emberen is, hogy azt mondják, hogy biztos alkoholista, meg nem az én dolgom, meg nem az én ügyem, szóval azt mindig szomorú hallja az ember. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel vendégünk volt, 7 óra után, egy nagyon érdekes sráccal beszélgettünk, az ő neve Vándor Boly, 27 éve járja a világot, autóstoppal, és több mint 150 országban jár. Hát ez felfoghatatlan. Próbáltuk konkretizálni a beszélgetést, hogy mondjon el egy-egy pillanatot, egy-egy emléket, ami számára is hát úgymond beégett a retinájába, és örömmel gondol vissza rá. Nagyon klassz történeteket mesélt nekünk egyébként 27 év világjárás után. Most is éppen indult valahova. 150 országban járt autóstoppal. Vele beszélgettünk, valamint a fix trafikkal is foglalkoztunk. Hát kiderült, hogy semmi nem maradt titokban most hát, már. Hát, ha ezeket itt még trafiknak lehet nevezni. Igen, ezek már. Mert ezek már nem, ők már egy külön faj. Ez már maga a Skynet, ami nem sokára öntudatára ébred. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, ti mit csináltok az autóban. Ha mondjuk most abban az adott pillanatban belelátnánk az autótokba, éppen mi történne. De nagy persze csodákat nem. Láttunk. Nagy csodákat láttunk, nem követendő, és mindenki vezessen. Okulásképpen beszéltünk róla. Így van, csak hogy neveljük a fiatalságot, megmutatjuk a mai nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Ma megértettem, hogy miért jön napközben olyan sok jelentés az utakról, hogy baleset történt itt, baleset történt ott. Megvan. Na. Hát mert nem a vezetéssel foglalkozunk, eszünk, pisilünk, minden más csinálunk. És ez nem szép, és ezt elítéljük, és támogatjuk a biztonságos vezetést. Pontosan így van. Így van. Bizonyám. Te csinálsz valamit? Én vezetni szoktam, de most azt fogjátok mondani, hogy megint nyaller vagyok, meg nem tudom, az. Béna vagyok, de én nem, még telefonálni sem tudok vezetés közben, nekem kell mind a két kezem a kormányra, ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam. Semmit. Nem. Nem semmi. Nem is eszem egy hamburg, nem vezet fel a telefonot, csak vezet. Hát az felveszem, csak van kihangosítom, vagy James Bond set, vagy hogy hívják ezt. Tehát, hogy... Érted? James Bond. Akkor érzem magam is biztonságban, nem beszélve arról, amikor már egy család is mellettem ül, akkor meg az ő biztonságuk is fontos. James Bond setnek nem hívták soha, azért minden ne higgyen, amit ott a környéketeken használnak a fiatalok, hogy úgy James Bond setet tettem a kocsima. Kihangosító. De nem a kihangosító, amikor az egész család hallja, hanem amikor a fülembe be van dugva, és van egy kis mikrofon itt a mellkasomon. Az nem James Bond set? Aha. Headset, nem? Azaz. Na.
James Bond szed. És mész olyan kicsi vibráló, kis, ilyen kék színű, ilyen kis Bluetooth-szel a füledbe, azokat nagyon szeretem, akik igen, ilyen és körkapitány nyomnak. Hát és kiszáll az autóban, és úgy megy, annyira közlekedik, meg otthon, is meg a bevásárlóközpontban is. Az, amikor bemegy valaki bevásárolni, és ott van a fülébe ezek ügyű. Tesó, mi történik? Hívni fog Lando Carissia, mert mi? Igen. Az, hogy felhív, hogy gyere haza! Baj van a felhővárosban, Han Solo-t elvitt a Boba Fett. Sétálni tudok úgy, hogy kezemben van a telefon, tehát akkor már nem kell. Nagyon bátran élsz, Csabi, hogy sétálás közben felveszed a telefont. Ez veszélyesen élsz. Attól függ, hogy ki. Az üzletember az 0-24-ben üzletember. Csak néha szólnak a feleség, hogy figyelj, most már fekszünk rá, létszíved már. Vagy. Jó, köszönöm. Na, hívjuk a naphallgatóját, hogy mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, aztán elmegyünk. De még visszajövünk. Ne reménykedjetek. Ja. Halló, hello, jó reggel, Csabi, Jani, Feri, Balázs. A mindenségi. Ugye, hogy ugye? Aztán nem írtad alá, hogy hívnak. Geri, hát elfelejtetted. A mindenségi, igen. És éreztem, hogy fel fogtok hívni, és mondtam, hogy nem, mert még... Ájj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 j. Várj, miből érezted? Azt gondoltad, hogy olyan jó az SMS, hogy ezzel biztos ma te nyersz? Nem. Valahogy ma éreztem, hogy fel fogtok hívni. Már hívtatok korábban még néhány évvel ezelőtt, de ma valahogy így megint éreztem, hogy most fel fogtok hívni. Erre érezted és elfelejted? Mégsem. Hát ez az. Hát nem hiszel saját magadnak? Hát így jártam. Igen. A 700-at neki. Igen. Nagyon szellemes volt, amit írtál. Ne röhögtessetek vezetés közben, mert a villanyborotván beleesik az ölembe lévő kábéba, amivel kilocsan a kormára terített újságra. Úgyhogy szerettük még, ha nyilván tréfa is volt. Ugye? És forró volt a kávé. Igen, rettenetes. Gyerekem, hát a naphallgatója te vagy, csak ugye nincs ajándékcsomag, ez a szabály. Csodálatos, hát nagyon szépen köszönöm. Igen. Mennyi időnként szoktunk hívni? Mikor hát megutoljára 2008-ban beszéltünk. Ó, hát akkor már nem foglalkozunk. Igen. Jelek szerint akkor többet nem beszélünk. Az én még nem vagyok öreg. Nem is erre mondtuk, hogy tényleg egészen másra értettük. Gerikém, csokoltatunk, köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek is. Tedd, amíg lehet. Szávasz, Geri. Ciao, ciao. Szia. Ciao, Isten veled. Éj szép életet. Legy tartalmas. Csabi Kám, remek zenék? Hozom nektek Dua Lipát. De jó. Na, megint húzó nevek vonultatnak. Lettek felvonultatva. Nagyon érdekes kislány. Angliában született, de koszovói származású. Az apja rockzenész volt, és aztán áttelepültek Angliába, és akkor egyszer csak feltűnt neki, hogy a kislány milyen szépen énekel, Christina Aguilera-t, Nelly Furtado-t, ezt elkezdte így feltölteni a YouTube-ra, és aztán fel is fedezték a lányt, aki közben elég szép is lett, tehát modellkedik, tud magának dalokat írni, és hát idén még meg fog jelenni az első lemeze, de mi már most játsszuk az első slágert erről. Az a cím, hogy Be The One. Az Isten, de várom, meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb